Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Most van kifogás. Tudom, hogy hova mentél. Újság? Akarom mondani, ízé, sziasztok, jó reggel. Mert mi van, nem jár más sem? Nem, mert... Meg. Egy nő elvitte. Igen, egy hölgy elvitte. Egy titokzatos hölgy. Egy titokzatos nő elvitte tőlünk az újságot. Hát, és ugye nekünk minden napi tevőnk a napi bulvár is, és hát gondoltam, hogy akkor kiugrok, hogy ne legyen azért itt az első megszólás. Sem újjon el egyetlen perc sem annélkül, hogy ne tudnák, hogy Ripper Feri például szakított az ő kedvesével, aki éppen érettség előtt. Tehát nyilván nem akartna megzavarni a tanulmányokban, illetve zavarba hozta Ferit a kérdéseivel. Feri! Hallod, ez az 1526 lesz kőszegostrom, nem? Nem. Nem. Mi volt? Hát, Rihanna, nem? Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! 6 óra múlt 14 percen itt vagyunk. Hello mindenkinek, drága hallgatóink, a mi kis családunk. Hát mondták, gyerekek, megjött. Szóval, hogy nem megérkezett, ezek nem viccelnek. Azt mondták, hogy... Cudar lesz az éjszaka, nekünk leszette majdnem a tető. Cudar volt, eső volt, nem kell locsolni, szép zöld a fű. És valóban elment a tegnapi kánikula. Amit én azért kicsit bánok, megmondom őszintén. Jó volt. Nagyon is. Kimoltam, hogy két és fél órát edzettem a szabadban, de nagyon elment ez most. Bocsánat, mit csináltál? Edzettem. De hogy? Nem tenisz, kész? Na hát az, tudod, meccset is játszani, edzővel is játszani, ez sokkal alternatívája van. Szabadtéri tenisz volt. Azt hittem, hogy szabadtérézi gyúróteremben játsz. Nem. Gyurma fiú. Az nem az én világ. Van már nagyon csomó ilyen szabadtéri gyúróhely. Petőfi Buda híd főjén, nem? Ez a street gymek, meg ezek, ez nagyon nagy street workout. Így van, tehát olyan húzóckodsz, crossfit ezel, nem tudom, TRX ezel, egy csomó minden van már. Nem rossz gyakorlatok, sőt, nagyon jó gyakorlatok. És az a jó, hogy nem lehet ellopni, illetve csak nagyon melósan. Igen, mert ezeket fel kéne ásni akkor. Úgyhogy nem ilyen volt, nem. Vizé volt. Jaj, rendes tenisz. Mozgás volt, mozgás, és valóban kánikula volt, viszont ez most egy erős 18 fokra. Az. Sikered a gyerekek. Nekünk éjfélig volt akkora szerencsénk, hogy nem kellett locsolnunk, mert hogy szakadt az eső, utána elállt. Elállt, és onnantól kezdve gyakorlatilag egy csepp se esett már most, amikor jöttem befelé reggel, akkor mindenhol szárazak voltak az utak, de azért éjfélig adott nekünk rendesen. Nekünk az egész kert csupa víz. Ami jó, én mindig örülök, ha nem kell locsolni, mert annyira bedurran a kert ilyenkor, meg a fű azonnal így megkapja. Szegények azért így szomjaznak. És hát egy ilyen kertésznek, mint te, ugye, a menta, milyen menta? Marokkói. Marokkói menta. Tényleg, mi van a marokkói mentával? Elpusztult. Nem sikerült az átültetés. Letapostátok, vagy mi? Nem tudod gyökeret ereszteni valószínű, és már a kivágásnál sérülhetett, mert ezt egy barátomtól kaptam, és szerintem már ott megsérültek a gyökerek. Én elástam, de a marokkói mentám az most elpusztult. Meg a futás közben, ahogy vitte a hóla alatt. Lehet, hogy nem tett neki jót, hogy két és fél napig a kocsimba volt, és nem vettem ki, hogy ültettem el, tehát azon el kellett volna ültetni. Igen, meg az is, hogy így fejjel lefele tetted, az nem? Melyik a gyökere? Úgyhogy igen, hát volt egy kis zűr. A marokkói mentám az elpusztult. Az megadta magát, de nem baj, nem adjuk föl. Az csak egy ilyen dísznövény így a kertbe? Vagy abból lehet, hogy hívják a kis az a marokkói menta. Abból csinálják a mentateát, azt tehetsz bármilyen süteményben, azt szeretnél, teába, mentateát, az az igazi tea. Tehát sokféle menta van, de a marokkói menta az a legfinomabb, leghíresebb mentatea. Abból készül. Viszont csak beszélek. Marokkóban él meg. Marokkóban, ahogy látszik, igen, nálam nem. A marokkói menta az a legfinomabb, legnemesebb fajta, az egyik legnemesebb fajta mentának. 600 fajta menta van körülbelül. De elmész Afrikába, Marokkóba, akkor ott ezt a fajta mentát adják neked. Nagyon zamatos, nagyon erős illatú, nagyon jó. Ezt a kertészed mesélte? Vagy mi van veled? Nekem olyan 4 vagy 5 fajta menta van, érted, és a marokkói. De én mondom, hogy kertészkedem, nem vesztek komolyan, én azt hittem, hogy hűlök. Csak elolvasta az ide vonatkozó szócikket, elszáradt a menta. Wikipédia. Nem, tényleg érdekel, meg szeretem, meg csinálom, meg meccek, nagyon jó. Egyébként figyelj, nagyon-nagyon nagy szórakozás. Nekem egy nagyon fokrémes ez a menta történet. Én valahogy nem tudok hozzászólni, hogy Juli hozott most valamelyik nap egy üveg szörpöt, ugye ajándékba, hazavittük, mi megittünk belőle két pohár, amire rájöttünk, hogy ez szörp. Tehát hogy ezt hígítani kell.
Figyeljetek, de tényleg, amikor tudod, beleiszol, és azt mondja, jó intenzív. Hát talán mehigítani kéne, mondjuk egy 3 deci szódával, akkor talán nem lenne ennyire intenzív az íze. Nagyon kellemes volt. Akkor valószínűleg ez is ebből van, marokkóiból. Nem tudom. A marokkóiak ugye úgy iszák, hogy baromi sok cukorral iszák, nagyon sok mentát tesznek bele, és nem használnak semmi más. És a sok cukor meg a sok menta adja ezt a nagyon édes, nagyon mentolos, nagyon jó féle afrikai teát. Ez náluk nagyon híres, így iszák. És otthon levágsz a levélből, fontos, hogy ne törje, hanem vágjál. Kevésbé szérül maga a szál, bedobod a vízbe, leforrázod, letakarod, állni, hogy megcukrozod, és olyan ment a teád, vagy megőrülsz egyébként. Tehát nagyon, nagyon jó. Neked egy csomó főzéshez, én nem főzök, tehát arra nem lehet használni ízesítéshez. Szóval jó, jó hát dolog. A tiédet semmi nem, mert hogy ott az most igen. Mindegy, de maga a kísérletezés az aranyos, jó. Majd meséljél még, hogy mi halt meg. Na, de a többi az most túlélte. Azt kicsit sajnáltam ezt a mentát. A gyerekek. Magyar konyhában nem nagyon van ilyen menta. Nem ilyen menta ízesítés. Vagy van egyáltalán olyan étel, ami bele lehet rakni? Nem jellemző. Nem, nincs. Tegnap láttam egy ilyen... Pörimentával. Virág kezd rápörögni ezekre a különböző ilyen főzőműsorokra, meg lehet, hogy egyébként még végén szakás lesz a gyerekben, nagyon érdekli a dolog, nagyon tetszik neki, és akkor valami salátát készített egy talán kínai szakács, és így dobált rá mindenfélét, azt mondja, hogy osztrigát készített el, mert hogy állítólag az ilyen Egyesült Államokbeli ilyen kikötő városokban, amikor még a tenger olyan volt, olyan minőségű volt a víz, akkor millió számra volt osztriga, és ezt ilyen csemegeként fogyasztották, gyakorlatilag ez ilyen fast food volt. És akkor a kínai szakács elkészített egy ilyen klasszikus ételt, és a tetejére rakott mindenféle ilyen kis dolgokat. Akkor rárakta a tyúkhúrt, na akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy majd tyúkhúrt. Mondtam, basszus, mi azt mindig kijobláltuk a kertbe. Hát, hogyha tudtam volna, érted, hogy salátát is lehet belőle csinálni, az ilyen? Az ilyen, hát miért igen? Ugyanaz például az olaszok kedvence a rukkola, az minden egyes játszótér vele van vele, ha megnézed, csak az egy nemesített fajta. Ugyanez. Aha. Basszus. Tyúkhúrt, tarack, az ugyanaz. Igen. Tessék, egy szőrös disznó paraj. Szerveges dotvanat, kedvel ez jó lesz. Az ugyanaz. Figyelj, tehát akkor a tyúkhúrt, hogy akkor ne, tehát kigyomlálom, akkor ne akkor a zöld hulladék közé, hanem vigyem be a konyhába. Így is, van friss saláta, osztrigát, ti kihagyjátok belőle, mondjuk az élvezeti értéke így elég erősen csökken osztriga nélkül, de... Mondjuk nálunk a kutya ugye a kertbe végzi el a dolgát, tehát hogy azért... Most le. Jó, majd elkerítjük. Erősebben most le. Az nem jó, hát az kiégeti a füvet, meg mindent. Van egyébként, képzeljétek el, hogy van egy olyan kő, ez szó szerint egy kőfajtáról van szó, ezt lehet kapni különböző ilyen állateledel boltokban, amit hogyha a kutyának a vizébe beleragsz, és abból az ásványanyagok kiáznak, ez egy 100%-ig működő dolog, akkor, és a kutya azt fogyasztja, akkor nem égeti ki a füvet. A pisie. Van egy ilyen tablettás dolog is, de az ilyen napi 3-szor kell adni neki, az egy picit ilyen bonyolultabb, meg problémásabb, de ez a kő folyamatosan egyszerűen csak az itatótájába beleteszed, vagy pedig már eleve úgy készíted el az innivalóját, és nem égeti ki, nem perzseli ki a füvet. Bámulatos, hogy gondokkal teli jószággal mi mindent megcsináltok ti kutyatulajdonosok. Érted? Hogy alkalmas legyen arra, hogy a kertbe tartsd. Tényleg a tuját is ki tudja. Tehát a mini tujákat simán kiégeti. 10-20-szer lepisilés, elpusztul a tuját. Bebarnul és elhal. Elszárad egyszerűen. A blöki napalm. Igen, de az nem vívő. Az nem vicces, igen. Na, mi újság van egyébként? Minden a legnagyobb rendben, és egy csodálatos hírrel szeretném megdobni a csütörtökötöket, ugyanis mi itt, akik minden reggel a Fradi stadion árnyékában lakunk, tovább fogunk élni, mint azok, akik nem laknak stadion környékén. Van a szentélyben. Kérlek, szépen most találtam a hírt, mondjuk Angliából jön, és a londoniakra vonatkozik, hogy akik a Chelsea stadion mellett laknak, átlagosan 7 évvel élnek tovább, mint azok a városban, akik nem laknak stadionok környékén, és igaz az összes többi ilyen stadionra. Ez a történet mondjuk úgy kezdődik alapból, hogy a londoni férfi 83 évig él, ez csak egy 20-assal több, mint Magyarországon. Ezzel kezdeném, és akik stadionok környékén laknak, azok egy 7 De jó, az azért van, mert ott mindig sokkal több a rendőr, és így a közbiztonság is sokkal. Lehet, hogy ez a dolga, de elgondolkodtam, hogy azért egy 5-6 órát itt töltünk a stadion mellett. De mi a magyarázat, hogy mit mondanak? Az nem, mert ott nem fulladnak bele a szemétbe egy-egy meccs után. Mint itt nálunk, hát ugye meg kellett ünnepelni a tegnapi 4-0-ás Fradi videóton. Gyakorlatilag halmokban áll
a szemét a stadion környéken, de belül biztos nagyon szép. És akkor én el is kezdtem gondolkozni, hogy hol épültek még stadionok, érted, ki az, aki ott lakik mellette, és újabb 7 éve van az életből. Nagyon szép. Hát és minden városban van már szinte stadion. Igen, de ott kell lakni mellette. Minek azt én nem tudom, de hogy van, nem? Mm-hmm. Ott kell lakni mellette. Igen, igen. Tehát na, ha azt nézed, hogy 5-6 órát itt töltünk, akkor az egyharmada a napnak, a 7-ből marad egy 2,5. Akkor most itt a Hungárián is a levegőbe csaptak. Ugye épül az új MTK stadion. Bizonyám. És akkor az ingatlan értéknövelő is, megmondom, 2,5-3 évvel. 4-500-as átlag látogatottsággal. Soha nem volt még egy NB3-as csapatunk, akiknek ekkora stadionjai lettek volna most, hogy kiestek. Igen. És a finanszírozásuk kérdésesé vált, és az NB2-be se tudnak megkapaszkodni. Mutassatok még egy országot, a NB3-as csapatoknak 10,000 stadionjaik vannak. Mert menő, tudod? Tehát, hogy azért nézd meg. Na mindegy, hát ez... Szóval, hogy a stadion környezetből lakunk. Nem itt lakunk, csak itt vagyunk 4 órát, vagy az is számít? Azt hát ez nem kevés. Hát figyelj, az azért ez elég jó. Mondom, a 7-ből, ha 2-t megkaparintunk magunknak, tehát a 7 év pluszból, azért az tök jó lehet. Az okot nem nagyon értem, hogy mi. Hogy arra gondolsz te is nyilván, hogy hol épültek mégsem. Na mindegy. Nem tudom. Nem tudom én se azokát. Ez egy jó hülye kísérlet lehet azért, nagyon, mondom meg őszintén. Nagyon, de én mondom, végignézték az összes londoni stadion, tök érdekes, és a Liverpool arénájánál van baj, ott viszont egy picit több az alkoholista, mint a város egyéb részén. Azt nem tudom, hogy a Liverpool az mennyire kényszeríti ivásra az embert. Azt mondják, hogy az nem, de az összes többi nagy stadion környékén 7 évvel többet élnek az emberek. Gyere, hallgató, nagyon igazam, a Magyarországon lassan mindenki stadion mellett lakik. Hát így van. Nem szabog. Lassan gyerek, mutass egy várost, ahol nincs izélyen aréna méretű stadion, teljesen feleslegesen egyébként. Nem tudok már olyat mondani. Mindenhol vagy épül, vagy lesz, vagy terve van, vagy éppen most készül. Teljesen feleslegesen nyilván. Hát építkezünk egy, tehát hadd szóljon. Egyszer majd jó lesz? Egyszer majd meg tudunk focizni, és jó lesz. Képzeljétek el, hogy a reggeli kávézások során ugye az ember különböző kis, bocsánat, a hirtelen témaváltásért, de azért ez nagyon aktuális dologról van szó. És micsoda fantasztikus üzleti érzéke repült rá az egyik hiperlánc erre. Ugye reggelenként az ember mindig felbont egy kis kávétejszint, belönti a kis kávéjába, és valamelyik nap Anna behozott egy levél ilyen kis kávétejszint, de hittem én azt, hogy kávétejszínről van szó, aztán elolvasni, és kidőlt, hogy ez kávétej. Úgyhogy valakinek, képzeljétek el, valakinek így beütött az évszázad biznisz, az évszázad ötlete, hogy mivel lehet még jobban az emberek kedvébe járni, meg mondjuk még több pénzt becsengetni a kasszába. Kávé-tej. Nagyon okos, mert hogy ezt automatán veszed le, ugye automatikusan, tejszint akarsz venni a kávéthoz. Pontosan így és van. A negyed áras tejet nem. Megveszed ugyanannyiért valószínűleg. És valaki elkezdte nagyon ilyen jó. Apró pici kiszerelésben, mintha kávé-tejszín lenne, a sima tejet forgalmazni. De rá van írva? Rá van. Hát apró betűvel. Igen, csak hát ugye bent van a hűtőben, ugye a kávétejszínek között, látod az árát, nyilván ez egy kicsit ugye azért baráti bazár, hú, de jó, olcsó, meg tudom venni a kis kávétejszínemet a reggeli kávémba, és akkor megveszem gyakorlatilag a tejet. És mi az ára több olcsóbb, mint a tejszín? Olcsóbb, de hát ettől függetlenül még azért az emberek, ugye, tudod, semmi gond nincsen. Tehát, hogy nyilván a fogyasztóvédelem nem tud erre a dologra rárepülni, hiszen rá van írva, hogy tej. Igen. Csak vegyél magad aki egy kis, hogyha egy gyűsznyi kis teljes dobozocskákat. Óriási ötlet. Nagy lehúzás, hát ez a nagy megtévesztés, igen. Hát nagyon el kell olvasni mindent, amit az ember vesz, persze, mert ha nem olvasod el, akkor ott jössz rá, hogy vettél. 6 kupak tejet. Lehet a 400 forintért, igen. 2 kávés talán kelyet vettél. Igen. Feri, dobd be a 100-ast, köszi szasz. Már dobom, iszasz, ha ne haragudj, ha téged ez nem izgatott föl, mert biztos nem laksz stadion mellett. Irigyelek, Feri, hogy így ráérsz, szasz. Szasz, ha nem laksz stadion mellett, de amikésig nem múli. Persze, amikésig nem múli. Előbb-utóbb a te városod is kap stadiont, úgyhogy... Ja, várjál, de a felvezetését kell 100-as dobnom. Nem, az olyan... Ha túlhájtolom, azt te, mondtad. Nem, a sztorik jók, az a... Akkor kell száz, én azt mondtam, hogy akkor dobjál 100-ast, ha felvezetsz egy sztorit, hogy nagyon nagy sztori, és igen, aztán a sztori nem olyan nagy. De most nem mondtam, hogy nagyon csattanó. Nagy, csak tök egyszerűen előadtam. Jó, látom az arcodon. De valamit mondtál, hogy valamit, nem azt mondtam, hogy olyan sztorim van, de hogy mit olvastam, valami volt. Mondtam, hogy ma reggel azt olvastam, ez hogy igaz. Londonban a polgárok tovább jó, élnek a stadion mellett. Jó, ez nem még volt a hangomat sem emeltem fel. Direkt. Igen, nem volt egy ilyen gyerekek. Tényleg. És mit láttam? Tényleg, nem voltam, nem jött a bombasztikus és nem is kakiltam ma reggel. Már tűröm föl az ujjamat, már iszom a kávémat, már nyitom a pupillámat, veszem föl a szemkontaktust. Tök halkan mondtam. Jogos a 100-as. A
az, hogy nem én voltam, menj már a fenébe. Hallod, figyelj, tudod, mit csinál tegnap óta? Vagy tegnap óta, hogy jön utánam, ha kimegy pisil. Tudom, mit röhög, hogy a fejébe ment a budira, most utána megyek. Tudom, hát te kell mondja, hogy megy utánad. És a Feri nyitja ki az ajtót, meglát, és azt mondja, csak pisil volt. Sőt, én már úgy megyek be is, tudod, hogy bemegyek, csak pisilni mentem. Tegnap voltam neki, hogy Feri, ne kapkodjál, ez nem egészség. Ez nem jó a rohanás. Nekem jó az emésztés, hát. Nem csak oda, kész, meg tovább. Inni, meg kell mondani, ha el sem jutok a WC-t. Na nem jó, nem jó a nagy rohanás, az óvatosan, óvatosan kell. Jaj, jaj, na! Ne, ne, hát nem mondtam ki, nem mondtam ki. Ez a Balázs hangosan gondolkodik, és még próbál előkaparni a fejéből dolgokat, hogy mit akar mondani című. Jaj, gyerekek, lett volna, de nem jött ki, mert a jaj, nem megálltam, úgyhogy ez sajnos nem 100 forint. Mit csinálunk a közös pénzzel, mert nem hagyom, hogy a garami vagy a piros, hogy bárki izé, kusó, kisó, izé, le elvegye, mert múltkor is így gyűjtöttünk 10.000 forintot, és eltűnt, lenyúlták. Így van. Tehát, hogy nem engedem. Aztán Szani Roli bejött egy új tornacipőben. Tök fura volt. Igen. Jó, de 10.000 volt benne, és akkor még 9.007-nek még lennie kellett volna, ha Szani Roland vett egy tornacipőt. Jótékony cél, vagy pedig egyszerűen csak nekünk legyen gazdagabb a karácsonyunk? Mire szavaztok? Na most miért? Mármint nem nektek, nekünk. Ha nem fog megmaradni a leig a lóvé arra. Mm. Fogadjunk, hogy hétvégén kilopják belőle. Nem. De. Akkor én bezárom, elrakom. Elvisszük pénteken, elvisszük. Na. Nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink korán reggel. Azt mondja, hogy tékvándó világbajnokságon harmadik helyezést ért el Kocsit Edina. Hát így írják, remélem jól. Kocsis. Várjál csak, hogy... Én gyerekek, sosem tudom ezt fejből, én mindig arra hagyatkozom, amit írtok. Tehát, hogy a Móra Ferencet azért Kocsi. Tudom, hogyha Móla Ferenc, azt kijavítom, de a Kocsit Edinának nincs az összes tépán. Kocsis, én úgy emlékszem, és azért... Kocsis Edinának. Gratulálunk. Hát, és azért nagy szép dolog. Soha nem nyertünk világbajnokságon ebben a sportágban. Most se, mert csak harmadikok lettünk. Hát azért az egy bronzérem, azt mondtam. Az nagyon. Az egy nagyon szép eredmény. A harmadik Kocsis Edinának gratulálunk, így van. Azt mondja, hogy tegnap jöttem haza a Fekete Fehér Igen Nem edzőtáborból, ahol Szakál Miki tartott továbbképzést. A játék feketeöves mester. Jó, persze, bla, bla, bla. Igen, persze. Igen. La, sok ilyet hallottunk már. Anna majd visszahív, aztán játszik veled egyet, hogy megnézze, hogy valóban mi a helyzet. Azt nézem, hogy Feri dob be a százast, erről beszéltünk, közlekedés hírünk van. Balaton Füsszó és Balaton Almári között szeretnék lefényképezni az almári felől érkezőket, Reni drága vagy, köszi. Van kóla füvem, írja valaki kell, Balázs, jó, beszélünk. Kóla fű? Kóla fű, igen. Aha. Nem tudom, ez a kóla fű, az a szlengesen a koka cserje, mint kóla fű, tehát a koka cserje, ezt lehet, nem... Azért az nem biztos, hogy az egészséges. Igen, azt, hogy ha reggelenként befelé rácsálj az ember munkahelyére, akkor már azért, már alapból megvan a vidámság, mire beérsz. Igen, M7-es 98-as kilométernél trafi Budapest felé. Köszönjük szépen. Balaton-Almádi szélén a 71-es főúton trafi. Srácok, segítsetek, mondjátok már meg, mit jelent az a szó, hogy esetleg. Uh-huh. Esteg, nem esteg, bocsánat. Hashtag, ha. Hashtag. Erről beszéltünk pénteken. Hashtag-keltek. És az mi? Fat tudja. A kettős kereszt a hashtag, igen, hogyha igen. Te meg akarod a Facebookon vagy az Instán jelölni a fotódat valamilyen címkével, akkor azt írod, hogy kettős kereszt klassz nyár például, meg kettős kereszt fluor Tomi, és akkor az hashtag klassz nyár. Ez a hashtag. Na, jó. Közben Anna megírta, hogy kot sis Edina, és nem J-vel kell. Kocsével kell. Kocsis Edina. Így van. Akkor jól írta a hallgató. Köszönjük szépen. Ferinél kikérném a challenge-et, írja valaki. Szerintem kocsis, csak halk, nem innen. Így még nem hallottam embert, hogy kocsis. Kocsis. Hát ezért ilyen nincs, hogy kocsis. Szivatsz, Anna? Kocsis. Így írják, nem biztos, hogy így mondják. Te írtad, Laci írta? A Laci írta. Nem csének mondom, akkor hogy mondom? Kocsis. Jó napok kívánok, kocsis. Kocsis? Nem, kocsis. Kot. Miért nem mondanád csének? Minek mondod? Hogy ma nem tudod máshogy mondani? Jaj, ne magyarázzál már, Rákodzi. Na. Ezek itt a sebes tények. 7 óra van, jöjjenek a sebes tények. Most is láttam fent a leten. Figyelj, én nem 20 év után nem tudják normálisan leírni. Nem mindenki. Ezek itt a sebes tények. Sebes tény, Balázs megállapította. Sebes tény. Tehát, hogy nagyon jó. Kocsis. 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 Tényleg itt tartunk. Na jó van. Hogy állunk játékkal? Kocsis. 2-1. Kinek?
Nekünk, jók vagyunk. Jók vagyunk. Tegnap kiúszta a játékos, ugye egészen a végéig, hétfőn kedden játszottunk, azt hiszem, hogy hát az egyik pontot te hoztad, a másikat én, Feri nem játszott, szerintem ezen a héten. Egy döntetlen csináltál tegnap, így állunk kettő. Jó. Jöhetnek akkor a játékra a jelentkező SMS-ek, jó? Igen, jöhetnek. Jó, írjatok, mi pedig jövünk. És még jöhetnek is az SMS-ek. Még jöhetnek az SMS-ek is. Így van, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Jó nyakon vertük ezt a dalt. Megkapta magáit. Aztán jó fel pofosztuk. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 perc múlva pontosan 7 órácska van. Borult az idő, borult is marad. És ez lesz pünkös, semmi értelme semminek. Nem, pünkös már nem, megnéztem, mert hétfőn már szabadtéri programunk van, családdal, barátokkal, és nem, 24 fok. Nem szikrázó napsütés, de már a fele ország, ilyen fele ország olyan, tehát nem lesz vészes. Pünkös már nem. Pünkös már nem. Ja. Mert tényleg háromnapos hétvége. Hát, mit gondolsz? Hoppá! Gyerekek, háromnapos hétvége előtt állunk, hosszú. Hosszú hétvége. Azért nem mondhatjuk, hogy nem kegyes a naptár hozzánk. Nem, ugye? Nem, tök jó. Hogy... Egyszerűen csak záport mondtál, hogy igen. Az hivatalhoz képest az szerintem minőségi visszalépés. Meg hogy ez a pünkös is, hogy valahogy a fene se érti, de hogy soha nem egy kedd, egy szerda. Tehát én sosem tudtam ezt kiszámolni, de hogy mindig hétfő a kutyafáját. Hát, sokkal rosszabb bejönni szerdán, nem bejönni szerdán, majd csütörtökön folytatni, így mindig hétfő, ezért ez nem barátságos dolog. Nem? Formabontó ilyen pünköst kedd is lehetne már, nem végre valamit. Hát miért az új év is mindig másnapra esik, mondom, a szilveszter, és hát nem értem ezt a pünkösdőt, de mindegy. Szóval, hogy Jézusom, nem szabad ezt, nem, félek. Megfogják. Az a baj, meg fogják írni. Most jöttem a Kossuth Rádióról, belehallgattam a műsorba, szörnyű ez a Balázs. Ezt a tudatlan állatom, mint visszamegyek. Igen. Az idézőjelet ki kell tenni. Na, azt mondja, hogy játszunk. Mit van a játékosunk? A hét utolsó előtti játékosa kezdődik, vagy játékosa. Így van, az már el is kezdődik. Minden bele! A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Zoli vagyok. Zoli! Szia! Hello, Zoli, honnan hívtál minket? Mizu? Pont ezt akartok kérdezni. Mi is? Mizu. Igen. Jó kis Fluor Tomi dal. Honnan hívtál minket? Én éppen az egyes villamosról tartok felétek a Népligethez. Na, hozol nekünk valamit? Rétest? Egy vereséget? Ha, gyerekek. Tényleg, rétest egy darabot nem hoztak. Nem hoztak nekünk tegnap frissen gőzölgő rétes gyerekek. Hát egy Jules Ball filézett combját odaadnám egy nagy adag rétesért, ha valaki bedobna nekünk egy nagy adag rétest, komolyan bármit kérhetne. A jobb farpofája az még megvan. De kinek az kell? Zolikám, kivel szeretné játszani? Hát legyen mondjuk a Feri. Legyen a Feri. Na nézzük akkor, mire mentek egymással. Jó? Jani? 3, 2, 1, fire! Jól tudom, hogy értékesítési asszisztens vagy? Szia Feri, nagyon jól tudod, viszont én szeretnék kérdezni. Jó, tessé, kérdezz. Már rég meg akartam kérdezni ezt tőletek, és most rajtad van a sor, hogy ezt megkérdezzem. A villamos csönget? Így van, a leszállás jelző. Uh-huh. Kérdezzél? Reggel mindig a Népligetből indul a buszom, és az ülőire kanyarodik rá, ahol ugye ti is vagytok. Kék busszal mész. Sárga. Sárgával, jó. És melyik a ti ablakotok? Ezt akarom megkérdezni. A földszinti balra. Balra. Beintegetsz? Arra megyek akkor talán, és ha kinéztek az ablakon, akkor integessünk vissza, ezt szeretnéd, ugye? Hát talán. Az értékesítési asszisztens az eladó, boltos? Majdnem. Ez egy irodai munka. És telefonon keresztül árulsz dolgokat. Telefonon keresztül? Ne kérdezz ilyen sokszor. Légy híves. Ne akarsz, hogy kimondjam a tiltott szót. Menő vagy. Jó játék. Ügyes vagy. Jó volt. Menő vagy. Vége a játéknak? Aha, megvagy. Ott a csomag. 2-2. Csimicsomi. Megvan a csimi csomi. Vereség csomaggal. Akár be is ugorhatsz érte, tényleg kis túlzással. Tehát, hogy ki is tudjuk. Nem, azt én viszem nektek.
Ja, hogy te hozol nekünk valamit? Hát a vereségcsomagot, ahogy ígértem. Ja, vereségcsomag. Örülünk neki, meg nincsen belőle sok. Jó, van, Zoli, ügyes voltál. Hát, köszönöm szépen. Ciao, hello, hello. Hello. Szia. Hello, hello. Gyerekek, 2-2, ez így izgalmasabb, nincs ezzel baj. Nem? Igen, holnap döntünk. Hány ilyen hetünk volt már 15 nyertből, de hány, amikor 2-2-nél álltunk? És ha elbukjuk, akkor mi van? Mennyi a... 15-3 lesz akkor. 15-3, így van, tehát azzal sincsen baj. Na, egy érdekes témával folytatjuk a hírek után, már most mondjuk, ugye tegnap szerintem sokan olvasták, látták azt a hölgyet, aki mesztelenül mászkált Budapesten. Nem tudjuk, hogy ki ő, nem tudjuk, hogy miért csinálhatta, nem tudjuk, hogy nyilván az ember először arra gondol, hogy valószínű valami zavar van szegényben. Én inkább erre gyanakodnék, itt sokan érnek, hogy lehet valami promóció, vagy valami önkéntes, vagy valaki, aki tiltakozik valami ellen, és ez szimbolizálta az ő mesztelensége. Minden esetre tegnapi mesztelen hölgy ugye órákon keresztül bolyongott Budapesten, felszállt a tömegközlekedésre, leszállt a tömegközlekedésre, ez körül villamosra ült, onnan átszállt, az nem Csepeli héven ment talán, fotózták az emberek, de hogy a megdöbbentő ebben a történetben nem is azt hiszem, hogy senki nem ment oda, kérdezett rá, takarta le, mondta azt, hogy bajban van, hölgyem, segíthetek, mindenki, hát ugye tulajdonképpen vizsgálgatta, fotózgatta, maximum kinevette, nem? Ez történet, nem, senki nem ment oda állítólagosan, hogy segítsen ezen a hölgyöm. Hát nem csak civilek, nem csak civilek, hanem szerintem egyébként a meghökkentő az egészben az, hogy mondjuk a hatóság részéről nem ment oda. Nem volt egy rendőr, aki oda menjen, stb. Értesítették őket, és ahogy értesítették, aztán oda is mentek. Tehát, hogy magától nem volt ott rendőr, hanem egy járókelő, mint a fél óra után végül kívta a rendőröket, fél és megjelent. Tehát, hogy megjelent a rendőr. Hát a rendőr akkor megy, ha értesítik a megdöbbentő ebben azt, hogy nem értesítették. Nem? Hogy nem hívták fel a rendőröket. És végigment a fél városon, tehát Cseperről elindult, igen, aztán 4-es, 6-os, egy csomó helyen megjelent. Milyen világban élünk, már ne nézz oda, Lacika. Igen. Na most, ha ő egy aktivista, akkor ez rendben van, kórházba vitték, közerkölcs megsértése miatt indul ellene eljárás. De ugye bennünket inkább az érdekel, hogy közben elindult egy olyan Instagram oldal is, ahol te fotózhatod és feltöltheted a furcsa, megmagyarázhatatlanul viselkedő utastársaidat. Az oldal egyébként zseniális, szemezgetünk majd a fotókból, és gondoljuk azt, hogy minden hallgatónknak, aki vonaton, héven, villamoson utazik, van furán viselkedő, megmagyarázhatatlan dolgokat csináló, fura szokásokkal megáldott utitársa, aki minden reggel úgy ül föl egy buszra, úgy száll föl a vonatra, hogy magában beszél, motyog, mutogat, galambokat számol, vagy egy keselyű, kondor keselyű van a vállán. Ugye, mert fura utasok mindig vannak. Fura utasok mindig vannak. És arról beszélgetünk majd, hogy egyrészt kinek milyen furcsa utas társa van évek óta, ő mit csinál, és szemezgetünk ezen Instagram oldalból, mert hogy elképesztő dolgokat töltenek föl emberek. Furcsa utitás, ez az Instagram oldalnak a neve. Hát kielemezzük ezeket a fotókat, mert hogy szenzációs. Illetve szenzációs, ha valaki tud valamit azért a mesztelen nőről, hogy mit csinált, ki ő, mi ellen tiltakozott, vagy tényleg nem itt történt, akkor azért hát, is várjuk, ha valaki nem? ismeri, tudja, vagy tényleg valós történet, és nem arról van szó, hogy szegény kémű mondjuk mentálisan zavarodott és beteg, véletlenül se akarjuk őt semmilyen formában mentani, csak kíváncsiak vagyunk. Hát van egy hallgatónk, aki ismeri, és azt mondja, igen, a keresztanyám, az anyám, az anyósom, a barátnőm, nem tudom. Hogy esetleg róla is tudunk beszélni, de nekünk ő csak témaindító. Furcsán viselkedő, fura szokásokkal megáldott utitársakat keresünk. Leginkább, jó? Úgyhogy ezzel folytatjuk majd Ákos hírei után. És uraim, őket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébredt. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 13 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók, hűvös van, mindenki öltözzön fel jól, megjött a hidegfront, nincs nagyon hideg, de ne arra számítsatok, ami tegnap volt, esős, borongós idő van országunk nagy részében, és ez is marad egy-két napig. Ez a szokásos pár nap kánikula, pár nap rossz idő. Hát ehhez már hozzá vagyunk szokva, nem? De nincs egybefüggő másfél hét jó idő, az időjárás mindig bosszút áll. Kicsit ad, kicsit elvesz. Ez egy ilyen. Tavaly nyarul ilyen volt. Pont ilyen volt. Hétfő, kedszer, a csütörtéki kánikula, péntek, puff, bele a hidegfront.
Nagyon jó, pont hétfőre el is ment. Kétfőre el is ment, így van. Két autó megcsokolt egymást Pest Erzsébeten, a Mártirok útja és a Kossuth Lajos utcai kereszteződésében a busz megálló előtt, ez Dávid, köszi. M3-as 35-ös kilométerénél rendőr autófigyelő pozícióban forgalom elől elzárt területen Pest felé 24 órás futár Pisti. Küldte Békés Csabán a Dobozi úton a kifelé haladókat, fotózzák a rendéber őrei egy borából. Sipti küldte, valami Tapolcán a Dobó lakótelepnél mérik a Lesence Tomaj felé haladókat. Vigyázzatok! Na, ugye tegnap egy érdekes dolog történt, aminek nem tudjuk az apropóját, és nem is akarunk erről nagyon hosszan beszélni, nekünk ez egyfajta témaindító, mert szerintem ilyen hasonló, ha nem is ennyire extra utitárs, ugye mindenkinek van, egy mesztelen nő borzolta a kedélyeket, szerintem egyébként annyira nem megdöbbentő a dolog, hogy ő most az elme állapota miatt ment mesztelenül, egy aktivista, Putyin ellen tüntet, bár akkor a mellére lett volna írva valami, igen, hogy nem volt rajta cirilbetűs felirat. Nem volt rajta cirilbetűs felirat, igen, hogy zavarodott volt, vagy egyszerűen csak ezzel akart kifejezni valamit, ne adj Isten, egy promóció, amit én egyébként azért kevésbé gondolok talán, és majd megtudjuk az apropóját. Minden esetre ugye tegnap Budapest utcáin egy mesztelen nő jött-ment, több megdöbbentő eleme is van ennek a történetnek. Egyrészt, hogy állítólagosan az a 3-4 órában senki nem ment oda. Senki nem kérdezte meg, hogy segíthet-e, bajban van-e, takarta le, próbált vele kontaktust keresni. Mindenki ugye csak fotózgatta, röhögött, és titokban csinált róla a képet. Elárasztották tegnap a Facebook oldalt az utazók felvételei. Nem tudom, hogy most egy mesztelen nőt egyébként lefotózzék, hogy hú, de vicce, csináljuk róla a fotót. Főleg, hogy benne van, hogy mondjuk beteg, vagy... De vagy oda mentél volna egyébként? Tehát, nem tudom, ezt sem tudom. Tehát, hogy nem demagóg lenne kijelenteni, hogy hát biztos, nem tudom, hogy reagálnék. Ha látnám, hogy azért bajban van, fotózzák, kiröhögik, nyilván az emberben megszólal valami emberség, hogy legalább megpróbálja vele kontaktusba kerülni, hogy segíthetsz-e bajban. Azt, hogy nem, uram, jól érzem magam, hagyjon, köszönöm, akkor nyilván az ember visszahat rá. De aztán lehet, hogy nem. Tehát, hogy az emberből lesz most egy olyan érzés mondja, amit nem tudom, hogy élek. Lehet, hogy az emberek valójában egyszerűen zavarba voltak. Na jó, de akkor nem a fotó, tehát akkor nem a feleségeddel mászkálsz. Jó, hát ez... Szerintem. Persze. Hanem akkor, ha zavarba vagy, akkor elfordítod a fejed, és tovább mész. Eltakarod a gyerek szemét. Igen, vagy igen, a gyerek szemét. Vagy a feleségedét. Igen, nem nézd a drágám. Igen, de mit gondolsz, képzelj el, Feri, hogy a feleségem megy mesztelenül? Persze, most gondolod, és fia, oda néz béka. Hát én oda megyek, megkérdezem, hogy mi a probléma. Oda mész, te már fekszem is. A gyerekek, ha egy nő arra féltékeny, hogy oda mész egy mesztelen nőhöz, az a busz megálló megkérdezi, hogy hölgyem, segíthetek, baj van. Hát azért, ha ki ezen kiborul, az ott azért... Jó, de ismered a békát. Nézd meg, senki nem megy oda. Miért pont te mész? Mindenki. Tovább. Igen. Na mindegy, ha valaki tudja, hogy mi az apropója ennek, akkor jelentkezzem, de nem is erről akarunk mi beszélni, vagy nem is a hölgyről, hanem arról, hogy elindult egy Instagram oldal, amit tulajdonképpen egy valaki szerkeszt, és ez arról szól, hogy furcsa utitársakat lehet feltölteni erre az oldalra, de hát egy szerkesztője van ennek az oldalnak, tehát gondolom arról van szó, hogy ez az oldal szerkesztő várja a fotókat, és aztán ő ezt erre az Instagram oldalra felteszi. És arról szól, aki egyébként követ bennünket Instagramon, az megnézheti, hogy Bali kit követ Instagramon. Aha. Én követem ezt az oldalt, tehát meg még egy-két érdekes oldalt. 258 ezeren követik. Furcsa utitárs. Furcsa utitárs. A neve nagyjából így lehet lefordítani. Furán viselkedő, gátlástalan utitárs. És mindenkit lefotóznak, aki valami furcsa dolgot csinál, úgy, hogy az nem illik oda. Uh-huh. Tehát alvó embereket látunk nyálcsorgatva. Azt szerintem, az egy kiszolgáltatott állapot, nem. Ennél sokkal durvább dolgokat csinálnak. Akkor egyébként. Én is felkerülhetnék, mert vele is egyszer-kétszer előfordul. Tehát van például egy olyan kép, ebből nagyon sok van, egy ázsiai járaton, ahol emberünk mit sem zavartat egyébként a többiektől, elkezdi vágni a lábúj körmét. Nagyon jó. A szélső oldalon. Óriás úgy, tapintat. Óriás tapintatal úgy, hogy ő azt, hogy leveszi a zokniát, leveszi a cipőjét, és a repülőn egyébként elkezdi levágni az ő körmét. A lábúj körmét. Ráér. Nem hosszú más az út. Más kultúrkör. Persze, hosszú az út. Igen. Nem, de biztos, hogy azt mondja, hogy érted, hogy megtisztelem azzal az utastársaimat, hogy rövid körmökkel utazok velük. Van olyan kép, aki a vizes ruháját teregíti ki egyébként a repülőre. Van aztán olyan kép, amikor is hát csúnya dolgokat találsz a mosdóban, a repülőgép mosdójában. Azért ott, tehát hogy annélkül, hogy részletekben belemennénk, mert tényleg gusztustalan, de hogy ott mire gondoltak, mert én láttam ezt a képet, most is itt van előttem, szóval az mennyiség. Tehát, hogy ott azt lehet, hogy nem egy ember.
hozta akkor össze. Nem működik valószínűleg. De akkor nem szólsz a stewardessnek, vagy nem szólsz a, mit tudom, én nem tudom, hogy ez lehet, hogy akár vasúton is készül, tehát, hogy nem szólsz a kalóznak, hogy elnézést, picit oda kéne figyelni. Jó, persze, de abszolút, persze, szólsz, persze, szól, az a szín. Hát, de akkor már inkább a Depardieu-féle, hogy... én értem, hogy miről szól az oldal, de akkor miért nem a Depardieu-féle oldalt, vagy módszert választod, hogy mondjuk egy üvegbe, nem? Igen, feltett lábbal alvás, másik ölébe áthajlás, kézkörömvágás, úgy dobja valaki hátra a haját, hogy a másik háta mögött ülőnek a monitorját abszolút kitakarja. Tehát maga az oldal nagyon jó. És ugye nyilván itthon is nagyon sokan utaznak tömegközlekedéssel, mennek ugye vonattal, villamossal, ami hallgatóink. Kérdés, hogy kinek van hasonló utitársa? Aki vagy minden reggel föl kell, vagy ott vágja a lábúj körmét, vagy furcsán viselkedik, vagy furcsa szokásai vannak, vagy a legjobb talán az, hogy úgy érzi magát, mintha egyedül lenne. Nem? Hát ilyen mindenhol van. Bármit megengedhet magának, úgy érzi. Neked? Te vagy a BKV. Hát nekem ami nagyon csípi a szememet, és ez rendszeresen előfordul, ugye, a feltett láb. Tehát, hogy az, amikor valaki, és ezen az oldalon is egyébként rengeteg ilyet látom, valaki azt gondolja, hogy igazából a vele szemben lévő szék, vagy a vele szemben lévő ülés, az arra van, hogy neki ne legyen, mit tudom én, bármiféle láb probléma, érszűkülete, stb. A későbbiek, és ez ő felteszi a lábát, és azt gondolja, hogy ez így belefér. Szerintem nem ülök senki. Fér bele. Hát igen. Érted? Igen. Aha, ez az szembefordított üléseknél van? Igen. Na, pontosan, hát tessék, pontosan így van. Így van. Ő is retteg a trombózistól valószínűleg, ez azért lehet. Mert hogy teszi föl a lábát? Nézzük meg. Tehát leveszi a cipőt és zoknival átdobja a lábát. Van ilyen, tehát hogy vonaton? Egy hosszú úton? Papucsot is leveszik és a meztelen lábát teszi fel. Aha. Volt egy emberke egy pár évvel ezelőtt, most már nem nagyon látom, illetve látom csak most már felöltözködve, aki rendszeresen az 50-es villamosra úgy szállt fel, hogy levette az ingét a nagy nyári melegben. És azért tudod, amikor azokon a műanyag székeken azt látod, hogy fel kell, én a lábfeltevést nem adom. Én azt nem adom. Tehát, hogy ha én fölülök hát egy intercity-tés mellette, nem veszem el az oknimat, de azt, hogy én leveszem a cipőmet és a szembe lévő ülésre én felteszem a lábam, simán. Simán. De ez abban semmi nincs. A villamoson, a műanyag széken, a levetett papucsú mesztelen lábat föltenni, és utána erre ráülni. Hát, na várj, a mesztelen láb, a műanyag szék az oké, de azt mondtad, hogy vonaton valaki leveszi a cipőt, és fölteszi a lábát. Én simán megcsinálom. Tehát én hosszú útra megyek, és én leveszem a cipőmet, és simán földobom a lábam. Nem ül ott senki, nem zavarok ezzel senkit, szembe van az ülés, kényelmesen ülök, szellős a vonat, jó, az már nem úgy értem, hogy jön be a levegő, de nincs szükség, nem már nincs szükség, hanem ülnek még 6-8-an, mit tudom én, egy intercity-n, ha úgy földobom a lábam, mint a húzat. De legalább nem ártok. Ott nem egy ilyen vetésforgóba megy, tehát nem felszállnak, leszállnak az utasok folyamatosan, mint mondjuk egy villamosjáraton. Érted? Hát a villamos az ez igen, csak mondtad, hogy vonaton feltett lába. Vagy én a vonaton simán felrakom a lábam. De bocsánat, vonaton... igen, vonaton, hát mert vonaton ér az oknis láb, villamoson nem ér az oknis láb. Szerintem gyerekek. Más a kettő. Miért? Milyen kategória? Két közlekedési eszköz. Szerintem nem, a vonaton azért egy kicsit berendezkedsz. Tehát én a villamoson se eszem például soha, mert kibírom a Blahától a Nyugatig, hogy a kombinon ne zabáljam tele magam. Tehát most az, hogy a vonaton te eszel, vagy utazol mondjuk 150 km, és te fáradt vagy, és nem áll meg a vonat, csak 3-4 óra múlva, hát miért ne tehetnéd föl a lábad úgy, hogy normálisan, kulturáltan leveszed a cipődet, és fölrakod. Azért a Blahától a Petőfi hídig bírjuk már ki, hogy mondjuk nem dobjuk ki föl a lábunkat mesztelenül egy műanyag ülésre. De hát a vonaton ülsz másfél-két órát, hát azért ez és nem ha ugyanaz. Valaki fölszáll Székesfehérváron, te mész a Balcsira, igen? És az egyetlen hely már. Na, nem, hát az most megint sarkítasz. Tehát ez nem ugyanaz. De most nem igen. Erről beszélünk. Hát ne, hát most az egyetlen, és egy idős vaknéni felszáll, és te ott ülsz, nem. Úgy, hogy nem teszed le jó. A lábad, és van vele egy fél nem a kisfiú. Várnál meg, míg befejezem a mondatot, azért ne tapos mindenért földben, mert mi van veled ma. Olyan jó, akkor mondani. Csináljuk fordítva. Na, tessék. Tessék, te szállsz föl Székesfehérváron, és valaki ott ül föltett lábad, meglát téged messziről, tudja, hogy az az egyetlen hely, leveszi a lábát. Igen, mezitláb ül? Nem, zokniban. Semmi bajom. Tehát szívesen. Te nem ülsz le, ha zokniban ül? Hát le kell. Most ugye te persze. Azt mondod, hogy egy hely van. Valaki felszáll egy zsúfolt vonaton. Aha. Gyerekek sírnak, meleg van, nincs. Igen, ott ülök három ülésen a alszom, tehát én nem erre és még jobbra el is dőlsz. Várjál, egy rohadt nagy kubai szibart, jó, én nem kell, erre gondoltam. Nem kell feltétlenül ebben az utolsó helyben gondolkodni, mert mondjuk egy Intercity-n ugye helyjegyek vannak, és hát valakinek oda szól a jegye, tehát oda megy, és nem azért megy oda, mert hogy már máshol nincsen hely, hanem azért, mert oda szól a helye.
vagy lehet a jegye. És akkor oda megy, és azt látja, hogy neked fel van dobva a patád. De ha én Székesfehérváron felszállok, igen? És ő Budapestől Székesfehérvárig utazott, és zokniban mondjuk rátette a lábát, hát azért ennél szerintem dzsúvásabb dolgokra ülsz rá egy kombinón, hát vagy bárhol. Hát de életetekben először találkoztak egymással. Honnan tudja, hogy neked milyen szintű a lábhigiéniád? Azt én értem, de most akkor nem tudod föltenni, mert arra gondolsz, hogy... Egy, szerintem vegyél a lábadnak is egy helyjegyet. Nem, levenni a zoknit, mezit láb fölvenni, kiteregetni, körmöt vágni, az szerintem. Na, a mezit lábot számtalan láttam már. Az nyáról is mondom, még a póló nélkül utazást is, és képzeld már el a szituációt, amikor feláll az ember, leszáll, és ott marad a hátának a nyoma. Az nem túl higiénikus, igen. Jó, mi az, ami még nem fér bele, tessék? Valaki körmöt vág, ezen az Instagram oldalon az is van, hogy körmöt vág. De azt mondod, az evés se fér, ugye? Vagy hogy te nem szívesen csinálnád mondjuk a Moszkva meg a Blaha között. Én nem szeretek úgy enni, hogy mindenki bámul. Aha. Hát az az ember kibírja, hogy a villamoson még nem eszik meg egy hotdogot, vagy nem száll föl úgy. Belefér? Szerintem a papírzacskóban van egy ízé perec. Én kibírnám. Most a vonaton eszel, az megint más, mintha eszel egy 6 perces megállónál, nem bírod ki. Mondjuk itt is azért van a fokozaton, eleve nem lehet enni, amúgy a villamoson, tehát ez egy gyakorlatilag ki is van írva. És hát ugye az nem mindegy, hogy egy girosztolsz be éppen jó hagymással, jó sok csípős szóval, kicsit itt a csöpök, felszállsz a villamosra, vagy felszállsz a metróra, és már nézel körbe, mert abban a pillanatban nyílik az ajtó, megcsapja az orradat, a kellemes illat, kellemes annak, aki fogyasztja. De nem kellemes annak, aki ott áll a 40 fokba. Hát nem, persze, azt szerintem azt ki lehet bírni, de itt is más a vonat, meg más a villamos. Aha, mert a vonat az hosszabb táv, ott hát már engedő. Másfél órán eszik valaki, hát szerintem azért ennyire az kell toleráns lenni, nem? Hát az inkább egy együttélés, persze. Van egy hallgatónk, haló, jó reggelt! Sziasztok, Gerda vagyok. Hello, Gerda! Na, mit, várj, te felteszed a lábad vonaton, zokniban hosszabb távra mész, és sok szabad hely van, vagy nem teszed fel? Nem, kultúrátban szoktam utazni. Kultúrátban szoktál utazni? Igen, hogyha jön egy idős hölgy, akkor persze az ember átadja. Viszont nekem volt egy kolléganőm, akivel nagyon sokszor voltunk egy műszakban. Az azt jelentette, hogy egy ilyen körülbelül egy órás út befele munkába, és hazafele is egy órás. És hát rengeteg szerecsetelte azt, hogy neki éppen milyen a bélműködése, De hogy próbált veled beszélgetni? Tehát, hogy mindezt, hogy képzeld? Hát elég részletesen, tehát, hogy neki mondjuk este ment a hasa, vagy mondjuk ő neki sokszor kellett a vécére mennie munkába, és ugye befele egy óra út, hazafele egy óra út, emellett ugye mikor jött meg neki, és az volt a gáz az egészben, hogy ha ezt halkan mondja, akkor oké, mert akkor ugye nem hallja senki, de hát egy kicsit hangosan, és számtalanszor volt az, hogy tudod, az ember megpróbál kimenekülni belőle, és akkor berakom a fülest, és akkor bocs, de akkor egy kicsit meditálnék, vagy bármi, és nem érdekelte, tehát is simán túloldított, szóval még kellemetlenebb volt, persze, igen. És nem próbált bevonni, hogy ne mondd már, hogy te még nem jártál így. Nem, abból kimaradtam, tehát én voltam így a néma hallgató, aki bólogat, hogy igen, szegény te, de szerencsére nem vont be, úgyhogy. Csak hát egy kicsit kellemetlen, meg ciki. Hát kellemetlen egyébként. És volt, hogy te nem figyeltél, és akkor megszólított egy idegent, és azt mondta, hogy jó, ha te nem figyelsz, mondom valaki másnak, elfordult, és mondta tovább? Általában ismerősöket kapott el, tehát, de hogyha nem figyeltem, akkor átült másik ismerősös, szóval megoldotta. Nem egy könnyű élethelyzet. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Köszönöm szépen. Azért, amikor átülsz máshova, nem? Meg beül meled egy néni, és azt mondja, hogy nem tudom maga, hogy van vele, nekem ez a szennavita szilvelet, vár, ez azért most beütött. Lábfeltevős, kívülülős, táskát székre tevős utasoktól ki vagyok. Nehogy már mellé üljön bárki, és ez mit csinál, hogy lerak még maga mellé egy táskát mellé, a vonaton? Szembe fölrakod a lábad, ezt te vagy, ugye, és annyival kell még jobbnak lenned, hogy egy táskát, egy nagyméretű kézi táskát nem rakod föl a podgyásztartóra, hanem leteszed magad, tehát körbe bástyázod magad, hogy ne tudjanak oda ülni. És ez nem csak vonaton fordul, hanem rendszeresen látom buszon, villamoson, tudod, hogy így picit, tudod, hogy ilyen jelzi, ez egyfajta interakció, hogy máshol is vannak helyek ide. Nem, most a padlóra nem teheted le, koszos lesz a táskád. Bali, amikor te vonaton utaztál, még 12-es lábméreten. Amíg föltehetted. Írja valaki, van egy másik hallgatónk. Haló, jó reggel! Sziasztok, Tomi vagyok Sopronból. Ajajaj, Tomikám, hello, te milyen utastársad van, vagy milyen utitársad van, mit csinál? Hát nekem ilyen nagyon csodálatos. Tehát egy tök dekoratív csaj, szépen öltözködik minden. Tényleg? Jó csaj? Jó, abszolút. Csinos? Csinos. Na, de te jó csaj. Úgy ránézésre tök rendben van, hát így mellettem ült, és akkor nézem valamit turkál a
Fülénél, hát mondom, biztos megigazítja a fülbevaló, stb. Oké. Okay. Hát kivett egy ilyen fél centi zsírdarabot. Jaj! Elkezdte kirágni. Nem már! Ne, okay. Ne, rá lesz egy jó nő! És akkor így mondom, így bakker, lefagytam. De így furra. Hát mondom, mi ez? És akkor folytatja. Na tehát abban a pillanatban én áttétem, mondtam, hogy ezt még egyszer nem. Tehát, és minden reggel jön a csaj, ugyanezt eljárta, és lassan két hónapja utazok vele együtt, hát csodálatos élmény. És minden nap ezt csinálja? Minden nap. Ott azért van egy komoly termelés, tehát valami betegség. De nem veszel neki a doboz fantisztító pálcikát? Nem akarsz így venni? Ilyen jelképesen átadni. Hát inkább egy függönyt, vagy nem tudom, vagy egy lacskót a fejére. Azt a minden. Rendes, egy csinos nő, hát az meg aztán pláne, ez egy 80 éves idős ember csinálja, az is fura, de hogy... Hát ha utkodnál a fülszörét, még hagyjál, de így. Igen, igen, kivágja az orrszőrét, igen. Mert az, hogy én mondjuk még reggelenként kipattintom a zuhanyzásnak a maradványait a kis ujjammal a fülemből a busz megállóban, érted, velem kifoglalkozik, nem? Csinos fiatal csaj vagy, nem? Atya Isten, köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello, hello, hello. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, Tamás, na, neked mit csinál az utitársad? Hát ez még körülbelül egy olyan 5 éve történt, még a Vác nyugati vonalon. Volt egy papi, aki így fogta, és lefoglalt egy teljes vagon, bezárkózott, és elengedte a galambjait. Nem mondod. Komolyan. De legalább magára zárta az ajtót, ugye? Hát legalább igen. Át lehetett ugye menni, aki szeretett volna, de azért ez egy érdekes volt. Talán 2-3-szor találkoztam vele. És reptette a galambokat, hogy ne macskásodjanak el a ketrecben, amíg átérnek A-ból B-be, vagy miért? A fogalmam sincs. A mozgást tudod. Hány galamb volt? Hát egy 3-4 legalább. És ott repkedtek a kocsiban? Aha. És mindenki elment, vagy aki ott ült, az fölállt, és átment egy másik kocsiba? De ugye Vácra indul a vonat, tudjátok, és olyankor még ugye nincs fent senki, aztán mindig egy olyanba ült, ahol még nem ült éppen senki. Úgyhogy jól nézett ki. Na, hát igen. Egy kis reggeli torna. És te is átmentél, vagy azért te ott maradtál, és végignézted? Én is átmentem. Átmentél. Azért nagyon meleg. Szálljatok, repüljetek, kis galambok, és mindenki elmegy a kocsiból. Azért az kemény. Hova utaztál, vagy miért kellett akkor volna tajánod? Hát iskolából hazafelé. De már nem csinálod? Már nem. Már nem. Hát megértem egyébként. Már ő repteti a galambokat. Igen, már neked vannak madarait. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Köszönöm. Sziasztok. Hello. Hello. Jani Feri, azt bírom, hogy milyen gáz, hogy valaki felteszi a lábát zoknival, amikor a retkes, csöves, büdös leül melléd, vagy utána te leülsz, az persze semmi. Ezt mondtuk valaki. Pontosan, hogy mindenki húgyozzon maga alá, de a lábát ne tegye föl. Tényleg ezt mondtuk. A másik, hogy erről is tudnék mesélni, direkt nem mesélek. Sajnos én már az egyszer-kétszer jártam csúnyán. Ebből az ügyből kifolyólag is. Csókolózás? Zavar valakit? A majd két. Na most, ha előjöttök felé, azzal, hogy zavar a csókolózás, komolyan mondom, kérdő, hogy én szeretem. Kiugrom az ablakon. Szeretem, viszont... Ha most előjöttök azzal, hogy zavar, te szereted. Hát köszönöm, már féltem. Annyira zavar. A múltkor láttam egy ilyen fiatal párt, nem jaltán, értem. Falták egymást. A feltett láb szoknival szörnyű, és a csókolózó fiatalok. Én nem értem egyébként. Ez engem igazából nem zavar, én csak nem értem a csókolózást. Hát tehát, hogy fényes nappal egy tömött villamoson úgy, hogy melletted is ülnek, hogy melletted is, mögötted is, előtted is ülnek, na, jó, nem 20 tényleg. Centiről. Én nem akarok idősen. Én a régen utaztam a villamos. Ne legyetek már ilyen bácsik. Fél méterre tőled, én nem értem. Ez nem mit nem értesz? Hol nem értem, hogy nekik hol jó ez. Hát figyelj. Leszarják. Hát na ez az. Hát, fiatalok, szerelmesek, vakok, és nem az, hogy mit mond rólam a bácsi, mit mond rólam a kapucnis bácsi, a szemüveges bácsi. Nem, az fiatalok, szerelmesek, és tolnak a világra. A gyerekkel, és a gyerekütőkártya, ez mindig itt van, hogy akkor a gyerekütő. Nyadj meg a manduláját! Jaj, a gyerek, most a gyerek természetesebben néz egy csókolózó párra, mint ahogy mi nézünk egy csókolózó párra. Szerelmesek csókolóznak. Hát most nem taperolják egymást, nem dugnak éppen a busznak a forgójában. Hát az van, hogy én már ezt láttam a majdnem kategóriát is. Istenem, és komolyan így mondom, ilyen besavanyodott öreg emberek nem vagy vagyunk savanyok, minek megvan a helye? Mi csak otthon lehet csókolózni? Nem csak otthon, hát a parkok, ott van a mozik. A sötét moziterem a parkban. Két fiatal csókolózik. Úristen, nem csókolóztatok a Margit szigetem, nem szálltatok ki fő egy busz, amikor még szerelmesek voltatok, és még tudtátok, mi az a csókolózás, mert nem volt, nem féltetek jobban a dugástól, mint a veréstől 50 éves. Ja, még annak idén a lóvasúton, meg a konfliktuson. A szénás szekéren is bebújtunk hátra, érted? Értem, hogy ti még azt is láttátok, hogy esett Petőfi Segesvárnál, de azért ne csinálj már csókolózó fiat. Milyen gázak, szólj, ma legközelebb mi lesz, rájuk szóltok? Itt mindennek megvan a helye? Igen.
Ne, de hogy is. Jézus már. Ezért van HD kamera. A fenekét is. Jézus már. Na jó van. Drága hallgatók, kinek van fura utitársa? Ez a kérdés. Mit csinál? Rengeteg SMS-t kaptunk, úgyhogy jövünk még az SMS-ekkel, és Óven bácsival, Beru nénivel is. Jó? Addig mi papáskodunk kicsit a hírek alatt. Jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, furcsa utitársakról beszélgetünk. Ugye tegnap egy mesztelen nő borzolta Budapesten az utasok kedélyét, kedély állapotát, és arról beszélgetünk, hogy kinek milyen fura utitársa van. Aztán beszéltünk arról, hogy kinek mi fér bele, amit lát egy-egy vonat úton, vagy villamoson. Sokan sokféleképpen gondolunk bizonyos dolgokra. Van, akinek még az evés is szentségtörés, van, akinek belefér, csókolózás, lábfeltétel, vonatúton, zokniban, ha mondjuk hárman ültök egy kocsiban, belefér, nem fér bele, ugye erről beszélgetünk. Nagyon érdekes SMS-ek vannak, hogy kinek milyen fura utitársa van. A hármas metrón a Népligetnél egy öreg néni felállt az ülőhelyéről, és azt mondta, na akkor szörf. A következő megállóig nem kapaszkodott, csak egyensúlyozott állat. Ez jó, még jó arc. Bátor. Igen. Azt mondja, hogy vidéki helyi járat hajnal, kis ilyen üres busz, 2-3 megállót mentem, ezért megálltam a csukló után. Oda jön egy idős hölgy, hogy ugyan menjek már alébb, mert ő ide akar állni. Az a helye. Én már semmit nem értek, Dani. Küldte nekünk, foglalt helye van, igen. Vonaton volt egy kis állattenyésztő srác, aki hangosan kiabálva mesélte mindenkinek, hogy könyökig volt a tején fenekében, és közben nyerítve röhögött. Matyi, küldte nekünk. Én a nagyritkán távolsági vonatra ülök, a 3 órás út első 10 percében ül le velem szemben a kolléga, aki felpukkantja a dobozos borsodét, és egész úton ülhetek a sörös böfik felhőjében. Jócó, küldte nekünk. De jó leszel. Bali 28 vagyok, engem is zavar a csókolózás a tömegközlekedésen, ír nekünk egy hallgatónk. Hát igen. Vannak, akik semmit nem zavar a föltett láb, érted, de a perces márolás, az evés, vannak kultúrlények. Olyan szép szerelmesek a fiatalok. Úgy szeretem, hogy ti ilyen tökéletesek vagy. Nem vagyunk tökéletesek, csak kultúráltak, tudod? Tehát álszentek vagytok. Á, tényleg, tehát ez a feltett láb, egy, hárman ültök egy Intercity-n, és zokniba feldobod a lábad úgy, hogy a környezetedben nem ül senki, és egy óráig tudod, hogy senki nem száll fel. Hagyjuk majd, ti vigyázz, állásba ültök így, ledizé, hát, combotokon van a kezetek, így, és nem... Figyelj, persze, tehát, hogy és a térdünk is össze van zárva. Nem ismerlek, így ismerlek, tehát tudom, hogy egy perfekt vagy lábhigiéniai vonalon is, de hogyha én látok egy idegen embert, és azt látom, hogy levette a cipőjét, és felrakta az oknis lábát arra a szövetülésre, ami egyébként a gyűjtőhely a mindenféle mikroorganizmusoknak amúgy is, tehát azért elgondolkodom rajta, hogy most mi lehet, érted? Nem megyek ott, és oké, rendben. Mi elgondolkodsz, és mit csinálsz, hogy mire akarsz kiugrani? Hogy hát arra, hogy nem örülnék neki annyira, hogyha mondjuk egy koszos lábú ember után le kellene ülni. De nem arról beszélek, hogy le kell ülnöd, hát nem erről beszélek, hanem ültök négyen, és valaki ott ül. De bocsász, valaki utánunk is jön, és ül majd oda. Persze. De én tudom a saját lábamról tisztán. Bocsánat, hoztam magammal a széket, ez az egy. Ez én nem tudom a lábamról. Na, jó, hát gyerekek, ha ezt érzitek a legdurvábbnak, hogy valaki felteszi a lábát zoknival, ez nem tudom mit csinálni. Nem ezt érezzük a legdurvábbnak, van ennél durvább. Nem, a pettinget az éjszakai járhatom például. Van, szerintem is van durvább. Feri egy London úton volt az első repülőutam, egy brácsa volt az utitársam, ami végig nekem volt támasztva, mivel a kedves művész úr elaludt. De az, akkor meg hülye, már bocsánat, az meg hülye, aki nem szól. Igen, hát bihen mondjuk, de a drága, érted, is rossz felé dől. Mondjuk nekem. Egyszer egy távolsági buszon a kisfiúnak pisilni kellett pont a pihenő után, szerencsére volt uzsonnás zacskójuk, és ezt mellettem a hátsó ülésen, Totti, küldte nekünk. Pár hete az egyik villamoson egy férfi borotválkozott, volt egy kis tükör nála, és egy sörös doboz nyitókájával piszkálta ki az orrszőrét. Gleni, küldte nekünk. Moziban a sutyó a mögöttem lévő sorban feltette a lábát a fejtámlára mellettem, a hátsó sorokból leüvöltötték a haját, írja nekünk szintén egy hallgató SMS-ben. Na, az például szerintem prostóság. Tehát úgy, hogy úgy veszed le a cipődet és teszed föl, hogy előtted ülnek, az valóban az. Az valóban kemény. H7-es éven odaült mellém egy középkorú pár, és megkérték, hogy üljek már át, mert közös ülni akarnak. No. Elültem, de aztán semmi nem történt. A pasas elég keményen akarta, szerencséje a nője normális volt. Vannak még érdekes SMS-ek. A szörfözős nagyon jó. Na, nagyon a bátor cuki, a mama. Igen. Igen. Az aranyos.
kihívása van még az életben, ő valószínűleg nem persze, fog rájutni tengerpartra, hol szörfözzön, a hetesen. Mondjuk ez egy hát, oké, akkor bukfenc. Azt is megnéztem. Tegnap láttam a nőt a Nyugati mellett, fültanúja voltam annak, hogy valaki megkérdezte, hogy fogadásból csinálja-e, de választ nem kapott. A mesztelen nőre vonatkozik az SMS, hogy válaszol, nem válaszolt neki. Állítólag volt vele egy férfi, aki őt végigkövette, azt mondják a beszámolók, de hogy ő se kommunikált, és ő se jelzett semmit, hogy ez most valami. Hát valószínű szegényként, szegényként beteg. Na jó, van, köszönjük az SMS-eket fura úti társakban. Meg vagyunk, kaptunk érdekes SMS-eket. Köszönjük szépen, játszunk Óven bácsival és Beru nénivel. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Gábor vagyok. Gábor, hello Gábor, honnan hívtál minket? Most Budapestről. Budapestről. És mit csinálsz? Festek egy szobát, illetve tapétázok. Tapétázol. Jó kedved van egyébként? Jó hangulattal? Kicsit borús az idő, de nem vészes. Hát nem fogunk nagyon beszélgetni. És miért kell? Saját szoba, festesz, festőmázoló vagy, lakásfelújítás? Festő vagyok, igen. És üvegszálas tapétát rakok. Őrület, hogy már van üvegszálas tapéta. Üvegszálas tapéta, az újra festhető? Igen, sőt, le is kell festeni. Tehát ezt fölhúzod, és akkor arra megy rá a festék? Ez így van. De nem kell glettelni, ez azért jó? Igen, többnyire. Tehát sima felületet csinálsz, és aztán azt fested. Annyira menő dolgok van, aki még leragadtam a rizsporosnál, vagy fűrészporos, a rizsporos hülye, vagy az paróka. Parókák. Rizsporos tapéták. Na mutatjuk, mit csinálom, Mácsi Berulényi, figyelj! Metróznak. Nagyon, nagyon érzed, Zsuzs. Metróznak. Megérkeztek a Deákra, és pont jön a metró. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, ez nem segítek, szerintem ki fogod találni. Jó? Jó. Beállt a metró közben. Megáll. Jézus. Nagyon tipikus, nagyon tipikus. Sokat ment, egy ország kedvence volt. Hát még egyszer. Hogy nem mutatjuk, figyelj! Jaj! Na! Menő Manó, így van! Zseniális! Menő Manó, így van. Jól van, megvan az ajándékcsomag, nagyon könnyű volt, Gábor, ügyi vagy. A félország imádta, a félország agyára bent, és a félországnak agyára bent, valaki gyűlölte. Szombatesti filmkoktél, abban ment. Igen, meg szuperbolába, stb. Parabolába. Gyerekként szerettük. Kérdés, hogy mostani gyerekek mit szólnának hozzá, tényleg meg kéne nekik mutatni. Gábor, megvan az ajándékcsomag, ügyi vagy. Köszönöm szépen. Régóta vadásztál erre? Hát igen, egy ideje. Általában szoktam is tudni. Mindig tiszta izgalom vagyok, ha megy a játék. Mondd, mit mondtál? Tegnapi keresztapát is vágtam. Vágtad a keresztapát, az könnyű volt egyébként, igen. Köszi, küldjük neked, ciao. Köszönöm. Hello. Na, mondtad, hogy még a csókolózásról akarunk egy mondatot beszélni, hogy... Ja, hát figyelj, tényleg nem értem, hogy mit nem értesz rajtam. Tehát, nem tudtam, de most komolyan, ne. Ugye, mert hát, azt hittem, hogy még valami... Okay. Szerelmes pár, ugye sokféle szerelmes pár van, lehet ugye mondjuk azonos neműek is, lehetnek idősebbek is, és lehetnek természetesen nagyon cuki, nagyon helyes fiatalok, akikben saját magadat, egykori önmagadat véled felfedezni, vagy egy valami hasonló, tehát ugye azért sokféle dolog van, és amikor fél méterre tőle csinálják ezt, én nem azt nem értem benne, mert sokan írták egyébként, hogy mi vagyunk a Nyuggerek a Ferivel. Ugyanannyian osztanak engem mert, is. Igen, hogy most nem azt nem értem, hogy egy ilyen intim, szép, gyönyörű, bensőséges dolgot tényleg miért nem a Margit szigeten, vagy miért nem a Gellért hegyen, vagy miért nem egy parkban, egy fal alatt, egy padon az emberektől egy picit elbújva csinálnak, hogy nem bírnák ki? Hát most ilyenkor az picit... Megörülök ettől a Dumától, tényleg. Nem bírnák ki? Hát nem egy ugrásra vagy attól, hogy vitatkozz a iradóval, csak mondom. Én is, de most te is egy ugrásra. Nem bírnák ki? Én ezt nem értem, hogy miért vonják be ebbe az embereket? Emlékszem, milyen voltál, amikor fiatal voltál?
Emlékszem, milyen voltál, persze, amikor szerelmes voltál? Álltam, emlékszem, ott az oldalra fésült hajommal, a korna drágomban, a műben rakta táskámmal. Az a baj, nincsenek ilyen emlékeid. Nem smárolunk. Emlékszem, amikor 15 éves voltál, egy csókolóztál. Szóval, hogy nem érdekelt a külvilág. Fiatalok, szerelmesek, hát hadd csókolózzanak. Hát arrébb mész a zavar, elfordítod a fejet, hát ez megrendszabályozik. De nem tudsz arrébb menni, mert tele van a busz. Hát, hogy mindig végleteket mondtok, tehát, hogy oké, csókolózik, most egy csókolózástól eljutunk oda, hogy 20 centire az arcodtól ott áll a 4 éves gyereked, aki kérdőn néz rá. Nem, két szakállas motoros rocker. Most én arról beszélek, hogy állnak kényelmesen egy kombinón, és 5 méterre tőled csókolóznak. Nem a pofádba, nem az arcodba, nem egy fél méterre a tömött villamos, és hogy folyik a nyál, és lefröcsköl. Tehát mindig végleteket mondtok. Mondtok. És akkor arra próbáljátok kiegyezni, hogy a végletel értsen egyet a közhangulat. Én nem ezt mondom, állnak 4 méterre tőled, és vidáman csókoloznak. Mi a probléma? Nem? De vidáman csókoloznak? Fiatalok, szerelmesek. Na most figyelj, ülj már fel egy Hannoverire, úr. Szemben van veled egy ülés, ugye vannak ezek a kettes ülések, két szék egymással szemben. Beül eléd a srác, lány beül az ölébe. Te ott ülsz velük szembe. Eleve egyébként már összeér a térdetek, tehát már egy kicsit már úgy érzed, hogy ez egy ilyen édes hármas, és nem pedig édes kettes, és hogy ez őket nem zavarja. Mert oké, engem idő után már nem zavar, sőt, már örülök is neki, hogy legalább ennyi közön van fiatal lányhoz, de hogy... Nem tudunk új érveket belevinni a dologba, úgyhogy, de ez engem abszolút nem. Tényleg, nekem ezzel nincs bajom. Irigyek vagyunk. Tessék? Biztos az lehet, hogy irigyek vagyunk, mámi. Nem, öregek. Aha. Ja. Tényleg, 10 évvel ezelőtt azt mondom, nem érdekel. 40 vagy 50 felé közelítesz, már úgy zavargat. 55 évesen meg galambokat etettek majd a izébe. Az biztos. A Blahán. Simán. Így visszük majd ki a kenyér morzsát. És furán néztek majd a gördeszkázó fiatalokra, hogy hová tart ez a világ. Gurulnak, és fölsértik a beton. De nincs ezzel baj, hát ez egy természetes törzsfejlődés. Hát 10 év múlva engem is biztos baromira fog zavarni. Gyere, Trotyi, ígyunk egy kávét. Jó, ígyunk egy kávét. A papával. Már nem lesz. Gáborral folytatnánk, ha folytatnánk, de nem folytatjuk. Na de miért? Mi van a Gáborral? Mert a Gábor vendéget küldött maga helyett. Már itt tartunk, hogy ő bedolgoztat. Figyelj, hát ez apám. Bedolgoztat, viszont vendégünknek 9 után volt jó. Egy nagyon érdekes dolog, folytatjuk majd 9 óra után. Érkezik hozzánk egy táplálkozás tudomány szakértő, akinek van egy speciális eljárása, és egy vércsepp alapján egy gyors tesztel csomó minden megmond majd a mi szervezetünkről, és a mi állapotunkról, fizikai, mentális állapotról. Mikroszkóp, egy szoftver, és egy vércsepp alapján, vagy ezen dolgok segítségével nagyon sok mindent mond majd meg nekünk 9 óra után. Úgyhogy Gábor rovata 9 óra utánra került, úgyhogy érkezik majd hozzánk Kecskés Norbert orvos. Pót Gábor, akit Gábor küldött, hogy a Pali nagyon jó dolgokat mond, és reszkessünk, mert egy vércsepp alapján ízekre szednek majd bennünket. Na most mi így 50 felett azért már nem nagyon hiszünk ezekbe a szoftverekbe. Na majd meglátod, mit mond a vércsepp analízis, úgyhogy Gábor helyett valami másra folytatjuk 8 óra után, 9-kor pedig jön vendégünk, dr. Kecskés Norbert, és mindenki meghallgathatja, hogy mi ez a vércsepp analízis. Egyébként ez egy létező dolog, el tudsz menni, belecseppenti, és megmond minden. Milyen állapotban vagy, mennyire vagy elsavasodva, mennyi méreg van a szervezetedben, mi vár rád, és körülbelül mennyi idő van még hátra. Na jó, kis túlzás. Ezt is. Kis túlzás. Kíváncsian várom. Úgyhogy 9 után ezzel folytatjuk, most pedig jönnek Ákos legfrissebb hírei. Amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyé Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 13 perccel, jó reggelt. Nagyon gyerekek, front van? Mi van? Szerintem igen. Mi van? Volt a 30 fok, tegnap tudod, ma ide becsapott. Majd nehéz nap lesz, mindenki készüljön. Mindenki, gyerekek, a front az...
érzékeny a magyar ember a frontra. Úgy, és a nyuggereket jobban eléri, Jani, úgyhogy mindenki érzékeny. Magunkat. Mindenki érzékeny, gyerekek, óvatosan, mert úgy látom, hogy itt nagy bajok lesznek. Azt mondja, hogy Csorna eresett, aki tud kerüljön. Laci Pú küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán 17. kerületben rendszeresen sétál egy 30 év körüli fiú bal kezében egy 20 cm-es keresztel fej fölé tartva. Köszönjük a fura utasokat, már lezártuk. Már lezártuk, igen, de köszönjük szépen, ez még talán ebbe a témába. Jó, csak 17. kerületre ráfutottam, azt hittem, hogy közlekedés. M7-es csomag a középső sávban, gondolom ez az M7-esen van, Budapest felé a Velencei tó magasságában életveszély. Hogy a csomag mi, azt nem tudjuk, minden esetre mindenki vigyázzon, aki arra megy. Senki nem tudja, a 45-ös kilométernél valami óriási van a középső sávban, mindenki lassítson, Laci. Lehet, hogy egy teherautóról leesett valami, akkor szó szerint tényleg egy csomag lehet. Rakomány. Nagyon zavaró tud lenni az autóban ülve, mesélték nekem. Most valamelyik nap is félrerugdostam az ülőúton, láttam, hogy valaki elhagyta a kabátját, nyilván olyan állapotban volt aznap este, vagy egy nap akkor, amelyet ki tudja, hogy elvesztett a kabátját, és ott kerülgették össze-vissza az autós, hogy ilyenkor nem látod az autóból, hogy mi az, amire rámész. Tehát, hogy ez gyakorlatilag bármi lehet. Én életem kockáztatásával. Értetek, miattatok, autósokért. Lerugdostam az útról. Te egy hős vagy. Ugye? Egy szegény, egy rosszul lévő idős embert rugdost. Igen. Kérne, hogy benne? Volt benne valaki. Nem volt benne senki? Nem volt benne senki. Nagyon könnyen odébb rugtam. M0-ás Fóti lehajtó és Fót között Fót felé tartó oldalon volán busz az útpad. Kállassítja a forgalmat, Emerán küldte nekünk, köszönjük. És van egy trafink az M3-ason, a 204-es kilométernél Budapest felé. Ezt Csaba küldte. Köszönjük szépen. Kettős fronthatáson közben megnéztem. Kettős fronthatás van? Akkor ez a magyarázat. Tehát dupla veszély van. Dupla veszély. Gyerekek, nem frontérzékenyek vagyunk, úgyhogy mindenki óvatosan. Bent a munkahelyén is, meg mindenhol. Csornán szakad az eső, és 10 fok van. Fúha! Ne játszatok olyan számot, amiben szirénáznak, megijedtem. Az egyébként tényleg olyan, hogy rádióban hallgatod, nem ismert, és jelkezd körbenézni. Mi van? Honnan jön? Messi a nagy ünneplésben vajon leadta időben az adóbevallását? Egy Real Madrid drukkel kérdezi. Ott papa volt az, aki keményen. Érdekes azért ezek a sportolók, hogy soha nem ők, mindig a papa. Ugye? Te Steffi Graf apukájára nem tudom, emlékeztek el. Papa azért egy 8-askát leült azért egy berlini börtönben. Ez egy elég emlékezetes eset volt a sportvilágon belül. Igen, tehát a papák mindig valahogy próbálják azért az adót megúszni, vagy úgy is mondhatnám, hogy adót optimalizálni a gyermeknek. Steffi Graf persze azt mondta, hogy semmit nem tudott róla, de Graf apuka azért nagyon keményen. Nagyon keményem. Jó, ne, de úgy úszta meg, ugye, hogy ő befizette. Igen. Befizette. De hogy működik a német igazságszolgáltatás? Ezért milyen érdekes, hogy a Graf papánál azért azt mondta Németország vezető politikusa akkor, hogy ne bántsuk. Ne bántsuk, mert még egyszer köztudott történet Németországban. Hogy milyen érdekes és milyen tanulságos, hogy azért mennyire máshogy mennek ott a dolgok. Hogy ne bántsuk, mert hogy nagyon sok tett a lánya az országért, és nagyon sokat, és próbáljuk meg valahogy a Graf papát ebből kihúzni. Kérte egyébként ezt egy akkori vezető politikus Németországban. Mire az igazságügyi miniszter azt mondta, hogy rendben van, de ha most nem ültetjük le, és őt nem ültetjük le, akkor ezek után másokat hogy ültetünk le? És nagy kőkeményen bevasztizták. És nem volt. Na. Nem volt az, hogy kinek a kie, meg a politikus, meg ez, meg az semmi. Azt mondták, hogy rendben van. Tehát, hogy a kancellár se tudott hatni egyébként akkora az igazságszolgáltatásra. Semmilyen befolyása nem lehetett. És azt mondta neki belügyminiszter, mit tudom, bárki, hogy nem. Nagyon örülünk, nagyon, de ha most ezt nem tesszük meg, és nem ültetjük le, akkor ezek után ilyen kifogással soha senkit nem fogunk tudni, aki hasonló cipőben jár, és Graf apukának egyébként 8 évre be kellett vonulnia. Hogy azért egy picit máshogy működik. Igen. Nem? Hát a dolog. Ebből tanulva nálunk ez nem a közvélemény előtt történik. Sokat tett az országért, ne bántsuk. Jó. Igen, érdekes. Majd ezt mi elintézünk. Messi apukája végül ült, vagy befizettek egy csomót? Befizették. Azt is, de hogy tudod, azért elgondolkodol rajta, hogy minek, meg hova. Tehát basszus, iszonyatosan jól kereső, a világ egyik legjobban kereső sportolója. De persze fér még oda, ahol milliárdos tételezésről volt szó, csak az elcsóringelt lóvé volt. Akkor is az élete végén nem fogja tudni elkölteni azt a pénzt. Hogy miért? Csak ilyen offshore számlák, meg a Kajmán-szigetek, meg Monte Carlo, meg Liechtenstein, meg ilyen, és akkor keresik a lehetőségeket, hogy ne adózzanak abból az iszonyatos mennyiségű pénzből, amit egyébként amúgy is megkeresnek, ami még akkor is iszonyatos mennyiségű marad, amikor már leadóztak belőle tisztességesen. Meg egyébként pedig, bocsánat, egy vízvezetékszerelő be tudja fizetni az adóját, akkor a világ egyik legjobb labdarúgója, miért nem?
Hát bocs! Ez most hogy? Vagy ez most mi hát, a hogy minek kell adót, hogy minek kell adót csalni? Tehát, hogy érted? Hogyha az egyszerű tisztességes hétköznapi ember befizeti mert abból nem az adójárulékait, érted a kis pénze után, a, mondjuk a Lionel Messihez képest kis pénze után, akkor a nagy sportoló, aki egyébként ráadásul ugye példakép is, vagy példakép is kellene, hogy legyen. De hát akkor Messi nem tudott róla, papa volt. Hagyjám! Állítólag ő nem tudtam. Hát, hey, amit te is kerestél annak idején, még igen? Könyvtárosként, rakolóként, te is az apádnak adtad, nem, hogy vigyázzon rá. Persze. Ugye? Igen, elisást a pincét. Na, te zsöre, apádnál volt a pénz, érted, ő így, Messi papa így vigyázott. Tudod, azért érted, az mégiscsak a te számlát tudod, hogy mennyi pénzed van, és azért nem vagy hülye, amikor látod, hogy gyakorlatilag nem adóztál semmit, vagy csak nagyon keveset. Érted? Azt gondolod, hogy ez neki jár, mert jó. Ez bruttó vagy nettó? Nettó, minden nettó. Az én dolgom a sport, majd a többit apa elintézi. A papa ügyesen elintézte. Na jó, menjünk tovább. Hallottátok az új japán őrületet? Ha már ennyit beszéltetek a csókolózásról, és ez ennyire zavar benneteket, hogy mi az új japán őrület? Nem, mi az? Ja, a japánok mind bolondok, az nem zavar. A japánok mind bolondok. Tehát, hogy én nézek japán tévéműsorokat, televízió műsorokat, gyerekek, a japán kereskedelmi televíziózás az sehol nincs. A magyar kereskedelmi televíziókkal mennyi baj van meg a műsorkínálattal, azok nem tudják, hogy Japánban egyébként mi zajlik. Hogy ott milyen kvízműsorok mennek, hogy ott milyen játékok mennek. Én nem tudom, hogy azt hogy tudják leadni. És az, hogy nincs ott egy hatóság, aki ezt betiltja, elképesztően betegek. Én olyan japán műsorokat láttam, nézik-tek a YouTube-on, hogy milyen japán kvízműsorok vannak? Idézhetetlen, még így 8:30 körül is, azt hiszem. Hát nagyon-nagyon nehezen tudnám körbeírni, hogy milyen japán műsort láttam most legutóbb. Persze, végignéztem. És ez egy létező televízió műsor, ahol van két műsorvezető, általában egy fiú és egy lány a műsorvezető, és a játékosoknak viccesen kell megoldani dolgokat. Mennyire viccesen? Na, nem tudom, elmondhatok. Igen, ezt mondtam is. Hát, nem tudom, elmondhatatlan. Elmondhatatlan. De el tudnád képzelni ugyanember a szituációban Klaudiát és Tillát? Figyelj, hát itt is tágul azért az inger küszöm, nem? Szóval itt is egyre durvább, ha lehet mondani, durvább műsorok vannak. Itt azért még nincsenek igazán durva műsorok. Hát Japához képest tényleg sehol nem vagyunk. Tehát amikor az egy műsor... Nem. Elmondhatatlan. Aki nézi a YouTube-on a japán quiz műsorokat, meg az esti műsorokat, nem tudom, ezek hánykor mennek? 6-kor, 8-kor, 11-kor, van-e korhatár? Vagy és karikát egyiken se láttam. Besorolás, vagy ezt kivédi ott a fiatalokat. Nincs. Azt mondják egyébként, hogy ez azért van, mert ugye a japánoknak nagyon komolyan előre meg van tervezve gyakorlatilag az egész életet. Tudják, hogy milyen pályát fognak befutni. Rengeteget kell dolgozni, ugye ott a társadalom is elítéli azokat, akik mondjuk adott esetben mondjuk 8-9 óra után mondjuk elsőként érnek haza munkából, mert azt ugye a szomszédok is megnézik, és de nagyon kevés szabad meg, idejük van. Nincs otthon. Hát, jogos tényleg, igen, aki már nyugdíjas. Na, és ők, ugye, sokkal kevesebb szabad idejük van, mint nekünk, és ezért a szabad idejüket sokkal intenzívebben igyekeznek megélni. Hát intenzíven élik meg. És hát nagyon intenzíven sikerül megélniük, akár a tévé előtt ülve, akár mit tudom, mindenféle bárokban. Nagyon intenzív, és nem statiszták, igen, és tényleg durva dolgok történnek a műsorokban. YouTube-on üsetében is megtaláljátok, hogy miről van szó. Most hasít egy nagyon nagy divat, ami arról szól, hogy azért ők sem akarják azt, hogy bárki bárkivel csókolozzon, ezért Japánban közterületeken, akár bérelhető módon, akár állandó módon, üveglapon keresztül ki tudod próbálni, hogy milyen mással csókolozni. Nem áll. Teljesen beteg a dolog. De hogy valakivel összekacsintasz, előveszel egy üveglapot, és azon nem, keresztül... Nem, fix üveglapok vannak elhelyezve, és beáll valaki mögé. És mindegy egyébként, hogy kiáll a másik oldalon, hogy nő férfivel, férfivel, férfi nővel, nővel, teljesen mindegy. A lényeg, hogy kipróbálhatod, hogy milyen az, amikor te egyébként úgy csókolozol, hogy közben nem csókolozol, de mégis. Hát megmondom, én melós, egy üveglapon keresztül melós. Ez az új őrület, hogy ezért ez mennyire beteg, de közben meg egyáltalán nem beteg. De nagyon beteg. De nem találkozik. De akkor meg minek? Semmi hát értelme. Üveglapon keresztül, és nyelves tatsz, vagy sima puszi? Ez rád van bízva. És az üveglap alatt átnyúlhatsz, és átkarolhatod azt nem, a füle? Nem érhetsz hozzá, nincs testi kontaktus, pont ez a lényeg az egész. Csinálják sportolók, baseball játékosok, tehát vége a baseball meccsnek, berohannak egy üveglapot, fölemeli az üveglapot, oda hívja a társát, és azt mondja az ellenfél csapatába, hogy szeretnék veled üveglapon keresztül csókolozni, és adja a japán tévé, ahogy ott mit tudom én, a két japán nagy rivális baseball csapat tagjai üveglapon keresztül csókoloznak, és ez az új őrület Japánban. Hogy ott azért valami de nagy... De hát azok két férfi is, ugye? Hogyne, persze. Tehát két férfi, így van. Oh. Igen.
És ezt most a televíziókban is adják egyébként, és ezt csinálhatod te is, ha Japánban élsz, vagy tetszik neked ez a dolog. Egyáltalán nem lepődnek ezen meg. Tehát most oda rohanhatok az üvegfalhoz, vagy mi ez az ablakhoz, és akkor választhatok, hogy a Lacival akarok csókolózni, vagy az Annával? Igen. És kell jeleznem, vagy csak elég, ha odaállok, és rányomom a számot, és valaki a másik oldalról... És várod, hogy valaki jöjjön. Rácuppan valaki, jó, vagy megbeszéljük mi ketten? Egy is lehet, csak ne nyisd ki a szemed, nehogy csalódás legyen. Érted? Tehát, hogy megbeszéled a másikkal, vagy meg, csak... Meg. Odaállsz és vársz. Meglepetés. Húzza! Laci! Na, jó van. Ez a mi kis meglepetésünk. A két nyuggernek, a két papának. Én nem fog mi egy van a kezemben? Aha. Egy 20 centiszer, 30 centis átlátszó üveglap. Igen? Én megcsókollak inkább üveglap és kivel nélkül, de ne, és, kivel és akarsz már? Az a büntetésetek? Igen. Mert ilyen pappásan álltatok a BKV-stében az, hogy közétek rakom ezt az üveglapot. Feri, keresd már a szerződésünk. Már meg is nyitottam, nincs nézzük benne. Nézzük meg, mire kattannak a japánok. Nézzük meg, hogy nem élnek ezzel valamit ki, ami a magyar népet is felszabadítaná. Mit tudom, én nem tudom. Beteg a dolog, de ugyanakkor azért tetszik is. De miért kell két hapsinak rögtön? Tehát ne próbáljuk egy nő. Nem értek egymáshoz. Semmi, nincs, de akkor is. Nincs fizikai kontaktus, semmi, nem találkozik a szátok, nincs semmi, nincs nyálcsere, semmi, egy jóféle csokkolozást talál a hatos villamoson. Ilyen alapon mást is összedörgölhetünk felé, érted? Üveglap, úgysérünk egymáshoz, érted? Egy jó kapcsol sem. Nem kell kimenekülni, hogy jaj, akkor nézd már meg, te ráteszed a szádra az üveglap, hogy nézel ki, mint egy ilyen akvárium tisztító hal. Na, mondom akkor, na. Gyere ide, Feri, erre az oldalra. Így. Nézd meg a szerződésed apró betűs részét. Nincs benne, hogy üveglapon keresztül kell smárolnom bárkivel. Hogy beteg japán tévéműsoroknak a reprodukálásával foglalkozó eladásban. Szerintem te akarsz valakivel csókolózni. Hát ki más? Most odahívott magához, Feri. Na. Gyere ide hozzá. Hát, gyere a papához. Nem már. Hát figyelj, ráteszem. Jani, már szóbor. Nézd meg, Jani, ráteszem. Én nem csókolozok a Ferivel. Üveglap. Nem kell a Ferivel csókolózni. Üveglap. Akkor miért nem csinálod te? Ez egy üveglap. Mert most ez a büntetésetek, hogy ennyire büdek volt. Tessék? Csókolózik, ha nem csókolózik a férfiakkal üveglapon keresztül sem. Nem kell csókolózni, ez nem igazi csókolózás. Egy puszit nyomok rá, Max. Milyen puszit? Mi vagy te? Az üveglapon keresztül. Hófehérke, egy puszit? Nem kell hófehérke, legyél egy vadmotoros. Figyelj, most... Aha. Egy puszit, most lettél puszi. Ráteszem a számot már, az undorító a másik oldalról. Nem fogsz egyébként fotózgatni, Laci, csak ezt most mondom. Tehát, hogyha mi meg is csináljuk, ez nem fog fölmenni a Facebookra. Arról, hogy nem tudtok majd, hogy mit teszek fel az Instagramra. Te Jézus Mária, ez egy üveglap, gyerekek! Csak mondom egyébként, hogy a fotón az üveglap nem látszik. De ha hallgatói tudják, hogy egy üveglap. Ez egy üveglap. Igen? Undorító. Ez az új japán őrület. Te meg akarod ezt az ajkat csókolni? Most megmutattam neked. Te nem. Ugye, hogy te se akarod? Mit? Ne, ezt, na. De nem találkozik az a Feri fölnyomta az arcát, ez nem találkozik. Nem találkozik, gyere ide. Nem akarhatod megpuszilni. Gyere ide. Hú, ez undorító. Gyere ide. Aha. Gyere ide. Nézzük meg, hogy mi az új ötlet. Hadd próbáljuk már legalább egy lányjal, Anna. Az a nagyon nagy sztori lányjal megcsinálni. Hát az a üveglapon keresztül. Úgy érkezik a szájuk, nem mindegy. Alkoholmentes sör, meg a guminő. Üveglapon keresztül hagyd próbáljam egy lányjal, ez annyira veszélyes, hogy hú, de nagyon veszélyes. Na, gyere ide. Gyere ide, papper, ez a büntid. Ez a büntid az előbbi kombinóért. Meg a feltett lábért. Gyere ide. Gyere. De jaj, nézd a puhát. Gyere ide. Na, nem menekül, gyere ide. Nem, Feri, még nem volt semmi. Ez csak egy üveglap, igazából a Balázsnak. Te nem dumálsz, mert te az előbb még fel voltál háborod, hogy nem tetszük Facebookra, meg nem csókolózom senkivel, meg jaj a gyereken, jaj a lányom, gyere ide. Na, ez van, amikor nem mondtam. És nem jön. Tudod, milyen a... Te igazi betonyi... Te így csókolsz? Nem akarok veled csókolózni, van köztünk egy üveglap. Azt kérdezel, hogy Balázs miért csukja be a szemét közben? Megfogom a fejedet. Bocsánat, rutinból átnyúltam, és megfogtam a fejedet. Tehát, hogy van bennem azért még egy ilyen kis ellenállás megtörése. Soha nem láttam még így félni. Soha nem láttam még így félni. Gyere ide. Meg is vagytok.
Sose voltál még hozzám ilyen közel. Lász meg, szóval egy nap után elválhatok. Ez undorító. Az a durva, hogy becsuktad a szemed, és kicsit én is. Te is. Igen, ez volt benne a fura, hogy működnek a reflexek. Működnek a reflexek. Becsuktad a szemed? Kinyitottam egy pillanatra, és láttam, hogy csukva van a szemed, gondoltam, gyorsan visszacsukom én is, nehogy én is lebukjak, hogy te nyitott ki, és az enyém van csukva. Mert ahogy közeledtél, az a döbbenet maga. Mondta, hogy nem látszik. Annyira tudtam. Tőlem rakhatod nyugodtan. Jó, rakhatod. Az király. Nyugodtan rakjad, nyugodtan rakjad. Jézus, figyelj. Ennyire még nem féltél puszitól. Soha életemben nem. Figyelj, felszabadító. Ugye, már hogy van az életnek egy ilyen elnyomottabb része? És ilyet, hogy lökted előre az ágyékodat felé, én csodálkoztam is, hogy van. Figyelj! Az, hogy tudod, hogy ott az üveglap, de nem érzed, mert hogy átlátszó. És az, ahogy megfogta a Balázs a forró. Kicsit kimozgassalak benneteket a komfortzónátokból. Ez muszáj, hogy minden reggel valamivel egy kicsit kizökkentselek benneteket, mert elnyuggeresedtek mellettem. Milyen volt? Kicsit a hátul megfogtam a fejedet, ne haragudj nálam, ez egy ilyen mozdulat, hogy kicsit beletúrtam a hajadba. Jó forró volt a lap? Tüzes volt? Tüzes volt a csó? Valami izzott közöttünk. Na. De ugye, hogy, hogy nem hülyék a japánok? Nagyon rossz. Most nem mondd, hogy neked jól esett. Picit, ott, ott az üveglap. Tehát semmi, effektíve semmi nem történik. De hát van köztetek egy 1 centis, 1 centis, tényleg nem történik semmi. Felnyomod a szádat, mint egy aranyhal az akváriumnak az oldalán. Ezért jársz nyugodtan pipsóba is, Feri, ott se történik semmi. Aha, ugyanaz. Egy üveglap. Szerettem, hogy csuka van a szemed. Azt én kifejezetten szerettem. Mert tudod, amikor a tinik csókolóznak, kinyitod a szemed, és rájössz, hogy a csajnak csuka van, és gyorsan visszacsukod te is, hogy le ne bukjál. Ugyanezt csináltam. Rád néztem, mondom, becsukta. Átszellezi, akarja. Lehet, hogy leraktátok egy divatnak az alapjait, érted? Én már csak egy ugrás lesz, hogy tévéműsorokban is ott legyen. És a végén. Egyébként meg próbáljátok ki. Japánba hódít. Rovatunkat a Salgótor Jani síküve feldolgozó Kft. Tudod. Japánba hódít az őrület. Na jó van. Na, de ugye, hogy kicsit kiléptél a megszokott abból dolgokból. Abból ki. Ahogy láttam közeledni azt az ajkat felém, hát figyelj, ott nem érdekes, hogy van egy üveglap, figyelj, ugyanaz. Az én ajkaim friss eperkelyhek. Tehát egy frissen reszelt mangókehely vagyok. Igen, és a kezed is, az a simogató bácsonyos puhasága tart. Az rutinból, tehát szeretek fejet fogni. Az rutinból. Ja, Istenem. Gyerekek, 9 óra után bármilyen fura tőlünk, egy kicsit komolyabb témánk lesz majd, mondjuk komolyabb témát kedvelő hallgatóinknak, hogy azért ne menjenek még el nagyon a Kossuth Rádióra, mert érkezik majd hozzánk egy orvos, táplálkozás tudományi szakértő, aki nagyon érdekes tesztet hajt rajtunk végre, hogy mind a hárman beleférünk ez kérdés. Kisorsoljuk majd, hogy ki legyen. A test sejt színű feltérképezését csinálja meg, méghozzá úgy, hogy egy műszerrel, egy csepp vérrel megmondja szinte a teljes korképet, hogy milyen állapotban vagyunk, mind kellene javulnunk, milyen betegségeink lehetnek, mennyi méreg van a vérünkben, a szervezetünkben, és mind kellene javítani. Egy csepp vérből. Azért ez érdekesen hangzik, és ezt bárki meg tudja magának, nyilván nem otthon csinálni, de ha beszélünk róla, el tud menni, és rengeteg infót megtud a szervezetével kapcsolatban. Mi van, cica? Hát, én kész vagy. Te kész vagy, más, ugye? Más a dimenzió. Gondoltad volna, amikor feljöttél új kigyorsról Pestre, hogy ez hogy ilyen világ ez itt a műsorkészítés, mi? Istenem, hogy azért hát ez egy más csoda. Világ. Ez egy csoda. Te már látlak integetni torbóval a Pride-on. Kit érdekel a vércsepp analízis? Már történhet velem bármi. Ugye? De minden most már vagyok. Nézd, hogy felszabadulj. Az Everestről csak lefele vezet az út felé. Ja, Istenem. 1 perccel elmúlt pontosan 8:30. Jövünk Ákos, híre jutam. Kilenc lesz pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt az M3-as Miskolc felé, Gödöllő magasságában minden sem beállt, az M31-es felől is felvonultak aszfalt javítása gépekkel. Klári küldte nekünk, M3-as Gödöllő Miskolc felé egy sávra szűkül, mert aszfaltozni készülnek a szakadó esőben. Gigadugó Zorro Master küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy Váci utcában, ja ez nem közlekedés, Gyományrődön a lángosossal szemben Fehér Fábia kombiból mérnek, Dani üzente, úgyhogy ott is vigyázzatok és menjetek. Lassan Budai alsó rakparton lassú a haladás, és M0-as az M7-es irányából Szigetszent Miklóstól Dunaharasztira hajtóig be van állva út felújítás miatt. Kaptuk SMS-ben. Köszönjük. Szokatlanul nagy a dugó, ez jött, most jött még Ágitól. Az Őrstől a Puskásig 40 perc, csak ez a rövid szakasz, az okát
nem látja senki. Ági, köszönjük szépen. Ez is most jött. Na. Na, mi újság? Most már kipróbálnám nájlonzacskóval is. Azt mondták, igen. Küldik közben a hallgatóink a japán műsorokat, de az összeset ismerem, igen, nagyon, nagyon érdekes. Kérdezzel a felé, hogy nem rossz ilyenkor kint sétálni az udvaron, ilyen ábrándos tekintettel egy virágot. Szagolgatom. Elsőként az eső felé, nem menj ki ilyenkor romantikázni. Nehogy elolvadjál. Kis cukorfalat. Na játszunk, mert hogy extra nyereményünk van, ugye rengeteg zabot lehet nyerni a hármas ugrásban, úgyhogy megnézzük ki a mai nap szerencsés játékosa. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt! Hello! Azt nézem, hogy Móni, hello Móni, jó reggel! Igen, Mónika vagyok. Móni, honnan hívtál minket? Győrből, a Váci Gusztáv Gyógypedagógiai Intézményből telefonálunk. Gyógypedagógiai Intézmény. Uh-huh. Igen. Ez egy gyermekotthon is egyben, ugye? Igen, igen. Na és a gyerekeknek szeretnél zabot nyerni? Igen, szeretnénk így a gyerekeknek. Te mit csinálsz ott pontosan? Mi a feladatod? Én gyermekfelügyelő vagyok itt a gyermekotthonban. Hányan vagytok már, hogy hány gyermek van? Az iskolában összesen 179. gyermek van, és a mi gyermekotthonunkban pedig 15-en vagyunk. És ez azt jelenti, hogy olyan gyerekek vannak ott, akik fejlesztésre szorulnak? Igen. Uh-huh. Középsúlyos, értelmi sérült gyerekek, állami gondozottak. Na, szegények. Komoly munkátok van. Hát ez egy nagyon szép hivatás, nehéz hivatás, nyilván, de nagyon-nagyon szép, és nem mondja, nagyon nemes hivatás, így van. Jó, van, aki segít, Móni, mert úgy nem hallok körülötted senkit. Igen, ott vannak még a többiek? Egy csapat, igen, a kolléganők. Hello! Sziasztok! Kik vannak ott még? Kollégák, tanárkollégák, illetve felügyelők. Tanárkollégák, felügyelők. Nagyon jó, biztosra mentek akkor. Meg is éri. Igen. Iszonyatos mennyiséget lehet nyerni. Szeretnék megnyerni, bizony. Jó, milyenek a kérdések? Hát, nem túl nehezek. Nem túl nehezek. Szerintem azért a harmadiknál már kapaszkodni kell egy picit, de vihető. Én azt mondom, hogy két mázsa simán benne van. Igen, reménykedünk. Jól van. Így szól az első kérdés, 100 kiló zabért. Plusz nyilván nyakbakasztóért, de hát itt most ugye az a fontos, hogy a gyerekeknek is jó legyen. Hol található az emberi testben a kulcscsont? A kulcscsont? A felső testrészben. Így van. Így is van. Persze. Na, egy százas beúsztatok. Nagyon, nagyon ügyik vagytok. Ugye hát ez a váll végén a felső testrész. Menjünk tovább? Igen. Menjünk tovább. Itt szól a második kérdés. Még 100 kiló zabért. Hogy hívják Károly bácsi feleségét a Frak a Macskák réme című rajzfilm sorozatban? Nem kapkodni. Ivani. Úgy van. Picit féltem, hogy Vilmát mondotok. Na, mi legyen a harmadik kérdésem? Legyünk tovább. Igen, tovább szeretnénk menni. Tovább, jöjjön a harmadik kérdés. Így meg lehet 300 kiló zab. Melyik világhírű énekes lágere a Kiss from a Rose? Ez a dal cím. Ki énekel? Seal. Na, is már van. Tudjátok, és jó van. Yeah. Így van. Batman film, de betét dala volt, és marha jó szám. Igen. Ügyik vagytok, jól van, Móni, tényleg. Nem volt egy nehéz kérdés, hogy tegyük hozzá, igen, de nagyon ügyesek vagytok. 300 kiló zabot nyertetek ezzel. Jaj, de jaj, köszönjük, nagyon örülünk neki. Eljutatjuk hozzátok. Hogy? Mit mondtál ott hátul? Mit mondtak a többiek? Aha, most se értettem. Meg fogjuk hallgatni, igen. Már mit? A Seal? Ja, Seal. Ja, aha, tehát azt mondta valaki, hogy a dalt meghallgatja. Tök jó lesz, ezzel durva meghalljátok, mindig 300 kiló zab jut majd az eszetekbe róla. Igen. Jó van. Móni, küldjük nektek, ügyesek vagytok. Köszönjük szépen a lehetőséget. Szép a hivatásotok nagyon. Kitartás, köszönjük. Jó munkát, csáó, sziasztok. És jó étvágyat a zabhoz. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Az olyan 300 adag lehet körülbelül. Már hogy 300 adag? Mindenki megeszik egy kiló zabot? Hogy várjál? Nem. 300 gyereknek. Azért az a... De várjál, mert azért, hogy nekem kéne érdelem. Ugye olyan 10 dekát szoktam megenni naponta belőle körülbelül. Akkor 3000. 3000.
egy darabig el vannak belőle. Egy kiló zaptól még azért te is fejrálnál. Az biztos is. Az én szervezetem killa ki. De eleve nem tudná értelmezni a szervezetet, hogy ez a fura növényszármazék. Ez hova? Hova tudná ezt a sorolni a te szervezeted? Mit csinál? Kilöknél? Vagy ekcémás rohamod lenne? Vagy mit csinálnál? Hát elájulsz, ha meglátod. Ilyen anafilaxiás sokkot kapnál, hogy elvágódnál, ha megkenen? Soha nem ettél még? Zabot? Ritkán, nem? De hát nem az én ételem, ez az másnak van kitalálva a zab, de utána például a zabból remek sertés lesz előbb-utóbb, hogyha arra használ. Nem, csak mondom, hogy csatlakozom a zabos akcióhoz, mert holnap zabos süti lesz a recept. Tehát, hogy még ez is a zabosoknak szól. De fasírtba is bele lehet keverni. Lehet, persze, egy csomó helyen lehet. Ezerféleképpen lehet. Csak nem a csokisat. Miért? Az nem annyira jelentős, igen. Zab. Na, 9 óra után jön vendégünk, dr. Kecskés Norbert, ő egyébként orvos, és emellett táplálkozástudományi szakértő. Ő van most ugye Gáborunk helyett. Uh-huh. Gábor mondta, hogy érdemes vele beszélni, ő ajánlotta nekünk, mert hogy tulajdonképpen a vércukor vizsgálatokhoz vett gyors tesztek alapján, vagy azon vizsgálathoz hasonló módon, egy csepp vérből, egy mikroszkóp és egy szoftver segítségével feltérképezi a te szervezetedet, ezt állítja. Aha. Egyszer már csináltunk egy ilyen adást, csak emberünk ott nem volt teljesen beszámítható. Hát de ott az volt, hogy megfogunk majd mindannyian halni. Ott az volt, ígyunk sokat, illetve vegyünk meg tőle egy méregtelenítőgépet. De ha nem is iszunk sokat, a méregtelenítőt mindenképpen vegyünk meg. Így van, és kiderült, hogy az, aki itt volt nálunk egy évvel ezelőtt, ő egyébként vízszűrőket is volt. Gyerekek, hát néha az ember mellé nyúl. Ezt egyszerűen megpróbáltuk megcsinálni, de nem volt orvos az illető, vízszűrőket forgalmazott, és vércsepp analízis is elmondta, hogy egyébként mindhárman nem sokára meghalunk. Tehát körülbelül ez jött ki. Viszont 8 óra utáni, vagy 9 óra utáni vendégünk orvos, és hosszú-hosszú évekkel ezelőtt végzett Szegeden, és hát a táplálkozás tudománnyal foglalkozik. Így gyomorra kellett volna jönni. Vércsepp analízisre, mert hogyha egyébként vérvételre mész, amit ugye aztán elemeznek, oda nem szabad sereggelizni, se kávézni. Hát, azért bekajáltam én is, rendesen. Én is, mert kávéztunk is. Hát a nyuggereknek kell már, ezt tudom. Hát én is kávéztem. Azt mondja egyébként, hogy kiderül majd, mondjuk kihúzzuk, hogy kinek csinálják meg, tök mindegy, hármat nyilván nem tud megcsinálni, hogy milyen a sabbázis egyensúlyod, hogy milyen szervrendszerek működnek kórosan, hogy van annak a beleid, nagyon érdekes a dolog, egy csepp vérből egyébként, a szervezetet pillanatszerű állapotáról, és méreganyagok halmozódtak fel, hogy vagy, mennyire vagy túlterhelve, milyen méreganyagok vannak a szervezeted, de nagyon sok minden kiderül már egy csepp vérből. És akkor a kérdés, hogy ki legyen az áldozat. Aha. Ne legyünk mind a hárman. Hát nem hiszem, hogy felesért. Hát ez szerintem egy 10-15 perces jellemzés van mondjuk egy vércsepp alapján. Három az lehet. Ma nyilván utána megcsinálják. Utána megcsinálják bárkinek. Jó, most két végletet tudok elképzelni. Egy, aki rombolja a szervezetét, A véglet. Azt hittem már mondjátok. Nem kell, hát aki nagyon értelmes, hogy mondjuk, ez tök triviális. Igen, Feri. Igen. Na. Vagy jó. Aki nagyon egészségesen él, hogy valóban bejönne, tehát sportol, minden nap. Te meg nem jöhet soha, mert te meg cukorfüggő vagy. Én cukorfüggő vagyok. Tehát akkor szerintem a Balázs. Balázs is te. Tehát két véglet között én vagyok. Mert én nem, te vagy a véglet. Nem, hát a Jani a nagyon sportoló, nem húsevő. De ő meg cukrot zabál. Igen, mondjuk te meg viszont nagyon sok cukrot zabálsz. Én meg káros anyagot zabálok éjjel-nappal. Szerintem, ha kiegyensúlyozott táplálkozásról van szó, akkor te vagy. Akkor azt hozom. Példa, mert ugye a Feri azért hajlamos elmenni szélsőségekbe. Csak azokban. Csak abban hiszek. Még egy csülkölt a főétel előtt. Egyébként nem vágsz annyira oda. Tehát így a túrnén is láttam egy, vagy csinálni, nem tudom. Nem vagy vészes. Mert utána vagy... fölmentem, kinyitottam a bőröndömet, és megvacsoráztam. A tegnapi rendesen. Hangok, amiket behoztál, azok is azok voltak, amikor húzta maga után a hotelben a hűtőt fel. Egy leves, egy laza csülök, és egy finom desszert egy jó kávéval. Tehát én azt hittem, hogy azért, hogy odavágsz egy ilyen 8 sorral úgy, hogy a harmadiknál nekem már keresztbe áll a szemem, de viszonylag kultúrember módjára táplálkozol. Tehát nem láttam. A negyedik vacsi volt aznap, amit láttál. Közben már megálltak két drive-nál egyébként, mire leértünk hatra vacsorázni, de hogy azt hittem, hogy azért ezt ilyen durvában nyomod. Elképeszt több dolgokat választasz az étlapról. Visszafogom magam társaságban. Jó, úriember vagy, igen. Na, szóval, hogy ezzel foglalkozunk, jó, akinek kérdése van, nyugodtan küldje el nekünk, és jövünk nem sokára, 5 perc van pontosan, 9 óra, jövünk a mi kis dokinkkal, Ákos, hírei után.
Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 8 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, hideg van ma egy kicsit, úgy is mondhatnánk hidegebb, mint tegnap, ugye tegnap kánikula volt, hát megérkezett a hidegfront, érezzük, hogy kettős fronthatás van. Hát már jön be is beszélő a százas. Százacska? Imádlak. Százacska. Imádom. Ha mindenki veszélyúrúak vagyunk, egymással is legyünk azok. Százacska Jánosnak picit megcsúszott. Nem sokat. Egészen már beszéltünk, de csak egy kicsit beszéltünk. Nem majdnem elcsipted egyébként. Szóval kettős fronthatás van, és ez érezhető a közlekedési híreken, a baleseteken, kollégák hangulatán, mindenen. Mi is érezzük. Na, azt mondja, hogy M3-as autópálya Gödöllő után Miskolc felé útépítés, ezt gondolom már tudjátok, a sor most körülbelül 1 kilométeres és csak gyűlik, sok a kíváncsi ember, én most már a Ring pihenőnél Pest felé vagyok, ott is áll a sor fűnyírás miatt, ez Csaba küldte nekünk, köszönjük szépen. Útjavítás miatt 6 kilométeres sor az M3-as felé az új M0-áson, hajrá magyarok, írta nekünk, ami edén, köszönjük szépen. Trafi a Kampónával szemben a város felőlieket mérik, Fider küldte nekünk. Az M5-ösön a földmérősök lassítják a forgalmat Kecsó felé, szállító Tomi üzeni, és Török Szent Miklós és Mezőtúr között mérnek egy fehér Astrából, ezt Lali küldte nekünk. Köszönjük szépen. Többen kérdezitek, hogy mondjunk, hogy mit tudunk az időjárásról, mondjunk néhány mondatot. Ez marad. Hétvégére senki ne számítson nagyon jó időre. Hétfőn, már pünköst hétfőn egy kicsit jobb idő lesz. De nem lesz újra visszatérő kánikula. Holnap lesz a mélypont, így hőmérsékletileg, onnan megint megindul fölfele, úgyhogy hétfőn már megint ilyen 23 fok lesz napközben, de elsőre azért számítani lehet. Én remélem, ez nem lesz tendencia, ez a hétfő-péntekig nagyon nagy buli, és utána pénteken hidegfront, vasárnap estig tudod, és jössz be hétfőn megint cikrázó napsütésben. Hány ilyen alatt éltünk már át, nem? Akkor fordítunk a műsoron, a szombat-vasárnap átkerül hétfőkedre. Jó, és akkor bejünk szombat-vasárnap, úgyis esik, tök nem tudsz mit csinálni. Aztán megvillanthatja magát hétköznap is. Így van, hétfő, kedden, még esetleg a szerdát is oda tudjuk neki adni. Mindkettőnkkel kiszúrás lenne vele is, meg velünk is, tehát nekünk a hétvégi hallgatókat boldogítani receptekkel, neki meg beülni reggel, mi ugyanezt csinálnánk. Jó, hogy mi ugyanezt csinálnánk hétvégén. Csak annyi, hogy 2 napot eltolnánk a napfényesre. Neki lenne furcsa hallgatóknak csinálni. Vendégünk van itt a stúdióban, megérkezett dr. Kecskés Norbert. Norbi, jó reggelt kívánunk! Itt, ez csáu, az, csáu. Ő az. Jó reggelt. Hallgatónak. Hello. Hallják? Annyira csak jó közel, így van, ég a piros, úgyhogy hallanak téged. Jó reggelt kívánok, akkor még egyszer. Na, hát felvezettünk már orvos, táplálkozástudományi szakértő, és egy speciális eljárás, amit te hozol, ami ugye leegyszerűsítve a vércukor vizsgálatokhoz hasonlít, ez egy effektíve gyors teszt, ami azért nem annyira gyors, erről már beszéltünk az előbb, hogy ez körülbelül kell egy 3-4 óra, amikor is egy vércsepp analízis alapján elemzed a pacienst, ha jól mondom, javíts ki, ha nem, és megállapítasz róla bizonyos dolgokat, ugye? Így van, abszolút. A gyors teszt része az a vérvételre vonatkozik, tehát olyan, mint egy vércukor gyors teszt, megszúrom az újbegyet, veszek egy kis vért, van egy speciális mikroszkóp, oda a két tárgylemez közé behelyezem, ez egy sötétlátóteres mikroszkóp. Mondhatsz, hogy nyugodtan. Jó, vagy. Ez a te pillanatod. Esetleg talán valahol hallgatok között olyan, aki mondjuk ez érdekes lehet. Villog nyugodtan, mi mindent beveszünk. Bármit benyalunk. Egy orvosi diploma nálunk, út a sikerhez. Igen, jó, akkor már megnyugodtam. Jó, és akkor belenézek, ez annyiban is speciális mikroszkóp, hogy van még ugye két hely, ahol belenézek, vagy két kukucskáló, és van még rajta egy harmadik, amin egy kamera rendszerrel van, egy monitor összekötve, és ott ellemezzük a páciensnek a vérét különböző nagyításokkal. Hát ha belegondolsz a szokásos vérvételbe, akkor azért ahhoz képest is gyorsabb, mert ha te elmész leadni a véredet, ott azt mondják, hogy másnap akkor jöjjön vissza, vagy kiküldjük, és az már jónak minősül. Ez ugyanazt tudja egy ilyen egy csepp vérből? Igen, ez nagyon jó kérdés. Nem, ez egy teljesen más szemléletű vizsgálat. Azt mondom, hogy itt a minőséget, tehát mondjuk a vörösvérsejtek alakját, egymáshoz viszonyított helyzetét, mennyire van összetapadva, fehérvérsejteket látunk, különböző fehérvérsejteket, láthatunk különböző képződményeket, ami mind-mind a különböző szervrendszereknek az eltérő, vagy mondjuk az optimális eltérő működésére utal. Tehát nem helyettesíti azt a vérvételt. Nem helyettesíti, az ugye számszerűleg, tehát az kvantitatíve mutatja meg egy bizonyos kritériumrendszer.
esetben, hogy mondjuk miből mennyi van a vérünkben. És akkor mondjuk egy kis beszélgetés után a pácienssel, akkor el tudjátok mondani, hogy minek mi az oka egyrészt, és hogy mit tanácsoltok, ha mondjuk negatív az eredmény valamilyen szempontból, hogy mit tanácsoltok mondjuk táplálkozás életleni szempontból? Abszolút így van. Most az, hogy sejtszinten milyen állapotban szervezetünk, az nagy mértékben a táplálkozás meghatározza. Ez van, akinek jó hír, van, akinek rossz hír, abban mindenkinek... Nem, körbenéztem. abban minden esetre jó, hogyha apró változtatásokat eszközünk már a táplálkozásunkban, és az tudatos és folyamatos, akkor már bizonyos időn belül pozitív változásokat tudunk elérni a szervezetünk működésében. Ha nagyon dráma, akkor csak annyit mondtok, hogy ajjajjaj. Ne vegyen új cipőt. Igen, azt szoktam mondani, hogy amit itt eltérés látunk, azért hozzáteszem, hogy már néhány éve csinálom ezt a vizsgálatot, elég sokan megfordultak nálam, és olyan, hogy valakinek azt mondtam, hogy csak így tovább, 20-on belül van biztos. Tehát apró eltérések mindenkinek van. Na most azért nagyon jó még ez a vizsgálat, mert ezzel az igazi prevenció megvalósítható, tehát a megelőzés, mert nagyon sok esetben hamarabb látszanak bizonyos eltérések, mint ahogy azt már a kvantitatív méréssel mondjuk már kóros tartományba esik. És akkor te olyankor elküldöd arra a speciális vizsgálatra, tehát azt mondod, hogy belenézel, látod, hogy a máj, a vese az akármicsoda, akkor el lehet indulni arra felé? Abszolút el. Előtte nyilván még azért táplálkozásban kicsit elbeszélgetünk, ha van hiányállapota, mert sok esetben ugye felmerülnek ilyen dolgok, akkor pedig elmondom, hogy mivel lehet azt pótolni. A hiányállapot mi? Tehát, hogy például vitaminhiány, antioxidáns hiány, igen, például vashiány. Ezt is mutatja? Tehát megmutatja, hogy lehet melyik látni, antioxidáns, igen, milyen vitamin akár? Igen. Hát ugye általánosan igen. Tehát, hogy a vitaminháztartásra mennyire van elsavasodva a szervezet, immunrendszer aktuális állapot, a gyulladás van a szervezetbe, máj mennyire van megterve, stb. Tehát nagyon sok minden látszik. Ez egy érdekes dolog, és egy nagyon komplex dolog. Tehát amellett, hogy te ugye analizálsz, amellett nyilván utána mondjuk átbeszéled vele. Abszolút, így van. És itt én ennek alapján, hogy ez nem arról szól, mint értem, hogy mi a különbség, egy vérvételnél már megmondják, hogy milyen gyulladás, süllyedés, stb. Itt viszont, ha nincs baj, akkor is azt tudod mondani, hogy most nincs baj, de egy év múlva lehet, ha nem változtat, ezt és ezt csináld, ilyen irányba menjél, hogy később ne legyen baj. Abszolút, ugye? Igen, még nagy előnye ennek a vizsgálatnak, hogy ez archiválható, mert ugye mivel kamerarendszerein le tudom fotózni az optimálistól eltérő állapotot. És utána, hogyha kontrollra jön, akkor objektíve a saját előző állapotához képest össze tudjuk hasonlítani. Javult vagy még rosszabb lett. Igen, persze mondjuk azért az fontos, hogy szubjektíve is jól érzem magát a páciens. Na mondom, mi a helyzet? Szoktál minket hallgatni, vagy ismered a karaktereket? Egy életkedvelő, nagy húsevő, egy hedonista állat. Hedonista, nagyivó, nagyzabáló. Egy vegetáriánus, aki ugye nem eszik húst, nagyon sokat sportol, nagyon sokat mozog, húsmentes, állati fehérjementes, nagyon szigorúan, viszont rengeteg cukor, az átlagon bőven felüli cukormennyiség, ami aztán és nem is csak kimondod a szót, és már. És semmiféle diagnózissal nem tudsz rávenni arra, hogy ennek az ellenkezőjét csinálod. Te most azt mondom, hogy sátorra jó helyet tudok. Mondok valamit, igen. Jó cukrász, de hát Jani képes hétvégén a családi programot szervezni, de ez nem baj. És egy valahol a kettő között mozgó, húst is evő, cukrot is evő, de semmit nem túlzásba vivő ember, aki egyébként sportol, de nem annyit, mint a Jani, sokkal többet, mint a Feri. Eszik húst, de nem annyit, mint a Jani. Többet, mint a Feri. Cukrot is, de sokkal többet. Egy középutas semmi, tudod így megy. Egy középutas szürke eminenciás, ha lehet így mondani. Kinek a vérét kére? Te döntsd el, kinek a vére lehet a legizgalmasabb? Aztán nyilván megcsináljuk 10 után. Kit akarsz megnézni? Te döntsd el. Hát a legizgalmasabb, az szerintem Janinak lenne a vére, de mondjuk ha a nagy átlagot nézzük, akkor Balázs szerintem akkor te legyél most az első. Azért, Jani, de a vegákból kevesebb van az? Igen, nagyon sok vegetáriánusnak a vérét néztem már ezzel a módszerrel. Mit jelez, vagy mit mutat? Hát nem akarok általánosítani, de nem nagyon volt jobb, mint akik ettek húst. Na ezért érdekes. Na most egy kérdést, ha már itt tartunk, akkor te állati fehérjét sem, tehát te vegán vagy? Nem, azt én voltam rosszul, igen. Jó, oké. Az jó. Az még tehát húst, az jó. Még húst nem, de állati fehérjét, az jó. Tojás, és ugye, hatóbb, azt igen. Ahogy Janinál abszolút látszik, tehát általában nekem az a tapasztalatom, hogy a vegetáriánusok valami mással pótolják ugye a húst, és általában a szénhidráttal. És ugye a finomított szénhidrátnak a bevétele az, hát az nem, enyhén szólva nem jó a szervezetünk. Tehát Jani... Most itt mondhatni statisztikákat, de inkább nem fárasztom ezzel a hallgatókat. Nem, csak érdekes a dolog, hogy aki vega, de van egy szénhidrát éjsége, tehát Jani például lehet, hogy a szénhidrát éjségét annak köszönheti, hogy ő nem visz be mondjuk állati fehérjét, és a kettő között lehet kapcsolat? És azért csillapítja ezt folyamatosan cukor, szénhidrát, szénhidrát?
Most, hogy a Jani esetében így van, az lehet, hogy valaki abszolút édesszájú, tehát ez is lehet. Aztán van még olyan eset is, hogy ha valakinek extrém mértékben sejtszinten el van savasodva a vére, ez egy tünet. Tehát az, hogy az éhség iránti vágy időnként rátör, mondjuk általában az mondjuk esti órákban előfordul, akkor ez egy tünet. Aha. Lehet. Ez biztos, milyen érdekes, hogy azt hiszed, hogy vega vagy és mennyivel jobb, aztán közben egy potolsz egy csomó mindent, de nem biztos, de lehet akár jobb is. Tehát, hogy mennyire tényleg egyénileg kell ezt nézni, nincsenek örökérvényű igazságok, nem? Abszolút egyetértek, tehát abszolút egyéni. Teljesen mások vagyok, ugye nagyon sok szempontból, és mindenkinek egyénileg működik anyagcseréje, tehát a központi idegrendszere az működés. Szerveket is látsz, hogy a májadat méregtelenítő kéne, alul működik, túl működik, baj lehet az epéddel később, a veséddel, ha ezt csinálod egy év múlva, nem tudom, mi lesz. Igen, szívérendszerre utaló eltérések is látszódhatnak, akkor a gyomorbérrendszer. Nagyon komplexnek tűnik. Nyilván ehhez kell egy know-how, hogy valaki ezt tudja olvasni, nem? Igen. Nem csinálják ezt a vizsgálatot. Nem erre gondoltam. Az jó lenne, igen, a leletet, amit kinyomtatsz, el tud olvasni, igen. Igen, azt azért hozzáteszem, hogy tehát a hagyományos orvoslásban ez nincs benne rutinszerűen ez a vizsgálat. Nem is kedvelik? Finoman szólva, kérdezem én, hogy a kollégák... Én nem így fogalmazom, nem ismerik. Volt-e már csúnyán megkarcolva az autót? Van-e, aki azt mondja, hogy ugyanúgy doki, mint te, ugyanazt végeztetés, és azt mondja, hogy sarlatánság, hülyeség, ilyen nincs. Hát ennyire direkten nem fogalmaznak, de az az igazság, én mindig azt mondom, hogy aki hozzám eljön, nyugodtan menjen el a mázi orvosához, bármilyen szakorvoshoz, és nyugodtan fel is hívhat engem az orvos, mert én akkor szívesen, sőt az orvosnak is megcsinálom, mert általában azért ez úgy szokott lenni, hogyha látja, hogy is működik ez az egész, akkor azért egy picit megváltozik a véleménye. Általában abból adódik, hogy nem ismerik. Még az meggyőző, hogy már te is orvos vagy, tehát nem vettél egy mikroszkópot, elmentél egy biorezonancia tanforamra, és elkezdtél vércsepet analizálni, hanem igen, hogy azért oké, te milyen orvosként végeztél? Én házi orvos vagyok. Házi orvosként dolgoztál. Az agrártudományok doktor. Tudod, hogy ki? Hogy oké, hát doktor. Jogász vagyok, de most vettem egy mikroszkópot. Jó, tehát minden esetre nyilván ez nem egy akkreditált diagnosztikus eszköz, viszont nagyon jó irányokat mutat, prevencióra rendkívül alkalmas, kiegészítés nagyon jó. Hát tudomásom szerint profi sportolók is járnak hozzá, és veszik igénybe a szolgáltatást. Így van, hát ugye én táplálkozással foglalkozom, és sokan járnak hozzám, akik le akarnak fogyni, akik meg akarnak ízni, és a többi, bármilyen szervi problémával. Két speciális terület van, az egyik az sportolók, a másik pedig az adaganatos páciensek, de mondjuk az egy külön. Na, nézzük meg, ha azt mondod, hogy Jani a legizgalmasabb, nézzük, aztán adáson kívül minket is hétfőn el is mondjuk, hogy holnap. Mártalom is aggatja. Nem, azt szóljuk meg, tudom, hogy élveznék, de nem. Nem, ez nem az, de hogy nézzük akkor meg, tehát egy sok cukrot evő, ugyanakkor sokat mozgó, azt gondolom elég folyadékot ivó. Na, itt lehet egy kis probléma azért. Igen, az nem. Igen, nem vagyok az a nagy ivó. Folyadékot sokat ivó azért, nem jeges teák ez. Igen, az. Azok azért lecsúsznak. De mégis azért időben fekvő, sokat mozgó, sokat sportoló ember vére. Nézzük meg, hogy milyen állapotban van. Ez egy érdekes dolog. Ugye nem fogsz jobb elájulni. Jobb vagy balkezes vagy? Jobb kezes. Attól függ, mennyire sok akkor ideje van. Kezedet kérem. Jó. Ja, attól függ, mennyire rohan. Igen. Ha sok ideje van, mindig kényezteti magát. Így van. Jobb kezes vagy bal kezes. Hát jó, akkor balt kell, mert néha elhal. Igen. Akár hetekre is. Igen. Attól függ, anya otthon van-e. Mind a kettőt szeretem. Tényleg, miért fontos ez? Most lesz a szúrás. Nem bírja, nem néz oda, te nem bírod, nem? Nem bírod azt annyira a látvány magát, a vért, nem? Most, nehogy elvágodjál. Most edzek. Nehogy elvágodjál itt nekem. Sose felejtem el, egyszer a Danubiusba hívtunk még egy akupunktúrás embert, beszúrt kettő darab tűt a Jani homlokába, két ilyen hústűt mondjuk, és Jani úgy, hogy rávágodott. Igen, bocsánat, ő konkrétan mellé nyújtott valamivel, tudod, ilyen azt mondja, hogy így bedugta a két tű lógott ki a fejemből, úgy néztem kint mikróbi, és akkor így kezdett is szétcsúszni minden körülöttem, és akkor döbbenetes volt, és egy kicsi kínai, egyébként nagyon híres. Azt mondta, megnyomok egy stresszpontot, ott valamit majd feloldok, és János irábor. Később kiderült, nagyon híres szakács. Na, gondolom egyébként, ha komolyan beszélünk, ez egy 3-4 óra, 1 óra. Ugye? Igen, mert ugye ez egy konzultáció, ez interaktív. Mondjuk ilyen konzultáció, lehet kérdezni tőlem, én is elmondom, én is kérdez, kíváncsi vagyok ugye az életmódjára, hogy eszik, mint eszik. Tehát, és nem kell különösebb tünetekkel rendelkezni, vagy betegnek lenni, közben csinál, csak nem tartalak föl,
hanem egyszerűen csak az ember kíváncsi, preventív jelleg és elmehet, amit elmondtál. Nem? Apám, itt tekeri, ott mozog. Igen, igen, igen. Jó, igen, csinálj igen. Csak, elemezd nyugodtan, és akkor... az igen, tudományos érdekű. Mondom, hogy mi történik. Norbi egy ilyen házilag összeállított, egy baromi profi mikroszkópot hozott, amit itt így különböző szerkezetek alapján, mint a bérgyilkos a puskát egy szállodai szobában, ezt így összeszerelte itt a stúdióban, ez egy fehér mikroszkóp. Pici kis, ugye hát erre a kis üveglapocskára cseppent Jani vére. Ezt Norbi berakta, és most elemzi. Illetve van ehhez egy szoftver, ha jól látom. Tehát, hogy itt nem csak két szemednek hiszel, hanem van egy gépi segítség is? A maga az, hogy láthatóvá tegyük, hogy a mikroszkóp alatt, mondjuk én mit látok a mikroszkópba, ahhoz van a, ez egy ilyen kamerarendszer. Ezt mutatja alattok. Persze, nagyon meg profi. Lehet, meg lehet nézni. Tehát magát a vércsepp formáját, hogy hogy néz ki. Aha. Én szoktam olyanokat csinálni, hogy előadást tartok, és akkor ott a színpadon van ez a... Ó, Istenem, zabdarabok úszkálnak a véredben. Jó, figyelj, csináljuk azt, akkor adunk neked úgy 3 percet, hogy nem kérdezünk semmit. Gyorsan leadunk egy pici reklámot, az nekünk abszolút jó. Az alatt te elemzel egyet 5 perc alatt, és akkor visszajövünk az eredménye. Neked akkor van 5 perced, úgyhogy nem kell beszélni, mert nem tudsz egyszerre beszélni és mikroszkopba nézni. Úgyhogy jövünk mindjárt nem azt mondom, hogy eredménnyel, de hogy egy elsőre mit látunk Jani vérén. Kíváncsi vagyok egyébként. Most már az a baj, izgatodik. Norbi, itt kell hátul bekapcsolni. Azért nem működött. 7 perc, pontosan 9:30. Egy pici reklám után jövünk vissza azonnal. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9:30 van pontosan. Mondja valaki, gyerekek, hogy nem a végletek műsora vagyunk. De azért szeretem ezt csinálni, mert minden megtalálható ebben a műsorban. Fél órára még éppen a nyakadat markoláztam, és egy üveglapon keresztül csókolosztunk. Most pedig egy egészen más dologgal foglalkozunk. Az üveglap itt is megvan, csak mondtam. Más dologgal foglalkozunk, komolyabbak vagyunk, de remélhetőleg informatívak. Dr. Kecskés Norbert, orvos, táplálkozás tudomány szakértő a vendégünk, és egy bizonyos vizsgálatról beszélgetünk, ami tulajdonképpen leegyszerűsítve vércsepp analízist így lehet hívni. Amikor is egy szoftver, egy mikroszkóp és egy csepp vér segítségével, ugye, egy szakember, jelen esetben ugye Norbi, feltérképezi a szervezetünkben, hogy is mondjam, hát a táplálkozási rendellenességektől kezdve a szervezetben feldúsult többletterheléseknek köszönhető hiányjelenségeket, savbázis egyensúlyt, méreganyagokat, vitaminhiány, stb. És Norbi úgy döntött, hogy Jani vére lehet a legérdekesebb, mert hogy vega, de ugyanakkor sok cukrot eszik, összehasonlítva már az előbb látottakkal. Például egy olyan vérrel, aki ugye nem vega, és mondjuk hasonlóan sok cukrot eszik ki, az egészségesebb. Na, Norbi, elkezdted elemezni, nyilván tudom, hogy ez hosszabb idő, mit látsz? Hát a következő helyzet... Jó hír is van, a mikroszkóp működik. Nem, én azért elég kíméletesen szoktam közölni a rossz hírt is. Nem, azt szoktam mondani, hogy amit itt látunk eltérést, azon mindennel tudunk korrigálni. Jó? Tehát ez egy mindenképpen jó hír. A következő helyzet, hogy az egész biztos, hogy az elmúlt 24 órában nem ittad meg a szervezetet működéséhez optimálisan szükséges víz folyadék mennyiség. Ez mennyi? Egyénenként változó, vagy meg lehet határozni? Én azt szoktam mondani, hogy azért ugye kinti hőmérséklet függő egyébként, de olyan minimum két és fél liter folyadékot, azt ugye a felnőtteknek el kellene fogyasztani. Nagyon fontos, ha valaki sportol, és sportoljunk, akkor a sportolás során, vagy közvetlenül utána elfogyasztott folyadékmennyiség, az ezen kívül van, ezen felül van. Tehát az nincs benne ebbe, hello. Neked akkor az 3 fél. Hát te futottál tegnap? Igen. Na, tessék, mondtam, hogy később a folyadékhiány mire vezethető vissza, hogy mit okozhat? Tehát oké, nem iszom eleget, a szervezet ugye sajnos ravaszt, mert már csak akkor jelez, ha szomjasak vagyunk, de ez már majdnem egy végső kiszáradás, ha szomjúságot érzünk. Úgyis ki lehetünk száradva, hogy nem érzünk szomjúságérzetet. Ez hova vezet később, azon kívül, hogy a vesét megterheli? Igen, hát abszolút vannak ilyen tipikus tünetek, hogy úgy mondjam, fáradékonyság, szédülés, fejfájás. Aha. Nekem főleg, amikor ilyen melegebb kint az időjárás, akkor fel szoktak hívni barátaim, és mondják, hogy te nem tudom, mi van velem, fáj a fejem, ugyanezeket elmondják, és ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy te mennyit ittál máma? Ja, semmit mondja, akkor menjél oda, igyál meg egy fél liter folyadékot gyorsan, és akkor utána egy fél óra múlva hívjál vissza. És általában azért ilyen gyors segítséggel azért ez lehet korrigálni. Nagyon fontos, hogy... Sok barátod van? Feri, Norbi vagyok, igyál. Hello, szia, Zsolt. Te vagy? Igen, Norbi. Két liter. Igen. Nagyon fontos, hogy cukormentes folyadékról beszélek. Aha. Tehát nem cukros üdítő, bocsánat. Jó, tehát cukormentes víz. A hosszú lépés vagy a nagy fröccsal? Jobb. Bocsánat,
amelyikben több az ásványvíz. Aha, akkor a hosszú lépés. Azt látjuk-e például, hogy annak ellenére, hogy állati fehérjét húsformájában nem fogyaszt, inkább savas irányban megy az ő vér a sok édesség ellenére, vagy a húsfogyasztás hiánya kiegyenlíti, és mondjuk egy közepes tartomány, vagy inkább lúgos állapotú janújére, ami ugye mutatja a szervezet állapotát is. Igen, gondolom. Igen, abszolút jó. Tehát az édesség fogyasztása abszolút látszik. Tehát látszik? Látszanak olyan képződmények, amelyek nagyon szeretik ezt az ilyen édességesen elsavasodott környezetet. És ezek nem jó képződmények. Ez érdemes. Ugye ezeknek jelzésértékük van egyrészt, de vannak olyanok egyébként, amelyek bizonyos szám felett, vagy bizonyos mennyiség felett, például az immunrendszernek, a nyirokrendszernek a működését egy kicsit tudja lassítani. Ugye a méregtelenítés, immunvédekezésben nagyon fontos szerepe van. Tehát ezeket érdemes kitisztítani. Vannak erre természetes alapú készítmények, hatóanyagok, növényi hatóanyagok, amelyek ezeket nagyon szépen kitisztítják. Vagy csökkented a bevitelt. Vagy az már nagyon fontos, nem, nagyon fontos, hogy nagyon fontos, hogy az egy dolog, hogy megmondom, hogy mit csináljon, hogy kitisztuljon, de nyilván változtatni is kell. Mert én például azt szoktam mondani, hogy nyilván minden nap eszel édességet, Jani? Minden nap. Akkor a te esetedben mondjuk annyi lenne az első javaslatom, hogy minden másnap egyél csak a doktor úr, édességet, jó. De ne dupla ha mennyiséget. Ha ez nem, akkor mi? Jó, ez nincs. Ez ismerem, Jani. Akkor nincs. Jó, tehát akkor ha ez nincs, akkor egy picit a mennyiséget vissza kéne szorítani. Uh-huh. Fontos, hogy én azt az elve, vagy azt az irányt képviselem, mondhatni így mondjuk, mint táplálkozással foglalkozó szakember, hogy én az egyéni ízlésnek, én úgy gondolom, hogy bármilyen változtatást eszközlünk, az egyik napról a másikra ne legyen nagy. Azt nem fogjuk hosszú távon tudni tartani, és az egyéni ízlésnek teret kell, hogy hagyjunk egy kicsit. Hát főleg a cukor esetében ez hasonló azért, mint a nikotin például. Abszolút, tehát, hogy azért abszolút. Ez egy komoly függőséget tehát, okoz az embernek, a hiánya, akár rossz kedvet, levertséget, depressziót. Hát azért ez egy csomó örömhormon termel, egy csomó jó pillanatot szerez a Janinak a csokitorta, nem csak a megevése, utána egy óráig ürül, megint bevíz. Tehát azért ez egy függőségi viszony. Így van, pontosan. Tehát most én hiába mondanám azt a Janinak, hogy holnaptól kezdve ne egyen édességet, akkor biztos, hogy nem tartaná. Meg, és nem. Azt mondtam, hogy milyen hülyeségeket beszélek. Ez teljesen igaza lenne. Ez egy hosszú rögös út. Látom magam, hogy állok az anonim cukorfüggőknek az egyik összejöttem. Sziasztok, Jani vagyok, trüffelfüggő. Igen. Már igen. Egy napja nem lett. Egy délután megállsz a házszerűen, sziasztok, Jani vagyok, mellfüggő. És mindenhol ott vagy, mindegyik csoport foglalkozásra. Az a jó hírem van, hogy nem csak, tehát az a lényeg, hogy azért édességet lehet enni, nem az édes ízről kell lemondani, hanem hogy olyan minőségű, tehát nem finomított szénhidrátokat kell fogyasztani, hanem például olyan szénhidrátokat, aminek mondjuk nem emeli meg rögtön annyira a vércukorszintet, biztosítja egy elhúzódó vércukorszintet, például ilyen. Ha tudunk egy nagy átlagot mondani, akkor Jani vére egy vegához képest átlagos, egy húsfogyasztóhoz képest egyébként 45 éves korához képest egészen jó, sok mindennek kéne javítani, hogy ne legyen baj, vagy azt mondta, egy jó átlag, láttál már ilyet, de vele lenne mi javítani, csak hogy hova tudjuk tenni körülbelül. Igen, abszolút. Én azt látom, hogy mondjuk az elsavasodás szempontjából mondjuk a magyar átlaghoz képest egy nagyon picit jobb, de az egyéb ilyen képződmények, ásványanyag hiány szempontjából az abszolút mondjuk így a magyar átlag, illetve annak megfelelő, aki mondjuk állati rostot nem fogyaszt, olyan vegetáriánus, de nagyon sok szénhidrátot. Uh-huh. Tehát ez is látszik rajta. Látszik, igen. Ha tovább analizálnád, akkor a egyes vitamin hiányok is akár? Tehát, hogy látom, hogy hát K, például van, látom, mondjuk, hogy ugye van ez az antioxidáns szabadja kérdés, nem akarok ebben nagyon belemenni, de van egy kis antioxidáns hiány, akkor meg szoktam kérdezni, szed-e valami vitamint, az sem mindegy, ugye, hogy milyen vitamint szedünk, mert természetes alapú vitamint kell szedni, nagyon fontos, vagy én legalábbis azt szoktam javasolni, mert vizsgálatok igazolták, hogy sokkal-sokkal jobban felszívódik a természetes eredetű vitamin, mint a szintetikus például, és hát ez nagyon fontos, főleg, hogyha valaki mozog. Uh-huh. Azok alga, C-vitamin, fokhagyma, én ezeket fogyasztom minden nap. A fokhagymára ott többször próbáltuk lebeszélni. Igen, ezt miattuk fogyasztom egyébként. Te is zsútálod ma rá. A C-vitamint azt milyen? Nem, tehát, hogy... Hát azt ilyen kapszula formájában, kapszulás, tehát tabletta formájában, hát, de emellett természetesen fogyasztok rendszeresen, mondjuk, mit tudom én, citromlevet. A Renkei azt mondja, hogy ugyanúgy az a szervezetnek, egy sima aszkorbinsav, meg tehát, hogy nem tesz különbséget szervezetlen, én ehetem aszkorbinsav formájában, ez ugyanaz, mint ami a paprikában, mint aszkorbinsav. Ez így van, csak töredéke szívódik fel. Csak töredéke és szívódik fel. És van még egy nagyon, amit ezzel a vizsgálattal nagyon jól lehet látni, és én számtalan esetben tapasztaltam, hogy vannak olyan típusú szintetikus vitaminok, ami ugye a szintetikus, az gyárban állítják elő.
ami ugye minden, ami szájon keresztül beviszünk, az a májon keresztül megy valamilyen formában. A méreganyagokat, szintetikus dolgokat a máj dolgozza fel. Illetve na a Feri nem megkerüli a májat, mert már nem tud rajta. Nem, hát én nem is terhelem ilyen hülyeséggel a májamat, hogy viccel. Nálad a májadnál már kimon egy zsákutca. Nálam nincs szintetikus anyag bevitel, gyerekek. Hagyjatok már, nálam nincs. Azt szoktam látni, hogy aki nagyon sok szintetikus dolgot fogyaszt, annak egy bizonyos májterheltsége mindig van. Nem biztos, hogy olyan májterheltség, ami még mondjuk, ha elmegy sima laborba, akkor az már valami. A felső határ felett van, de itt látszik. Vagy akkor egyébként meg egy nagyon egyszerű, egy májregenerálással azért ezt lehet helyre lehet hozni, és ki kell cserélni a szintetikus dolgokat. Uh-huh. Tehát az ilyen tartósítószeres dolgok, az egyéb szintetikus a dolgok. A krumplipürépor, ugye? Azt én vállalom, gyerekek. Azt hallottam a múltkor egyébként. Én vannak bűneim, de az egyik igen, a krumplipürépor. Ezt mondom, tehát hogyha most ő nagyon szereti a krumplipürépor, akkor most időnként miért ne csináljon egy krumplipürépor? Szerintem a mennyiségem van, nem? Ha havonta egyszer megkívánom, és eszem egyet, semmi nem lesz. Igen, így van. A nyers zöldség, bocsánat, azt nem mondom, fontos, hogy a nyers zöldség megfelelő mennyiségű napi bevetele, az nagyon fontos a szervezet egészséges működése szempontjából. Léptem előre ebben az ügyben egyébként, mert én rendszeresen fogyasztottam meg, hát a múltban, de tényleg viszonylag sokat. De mostanában nem eszem olyan sok nyers zöldséget. Mártogatóval, és mostanra lecseréltem ezeket zöldségekre, tehát nem fogyasztok már tortilla chipset, hanem helyette zöldségeket. Nagyon jó, nagyon jó azok irány. Azok a mártogatók. Nagyon jó irány. Jó. De azok a horror meg a pornó maradt? Amit szeretsz. Sokan kérdezik, hogy mennyire horror egy ilyen vizsgálat. Egy átlag ember elkocog hozzád, akkor ez 100 000-es tétel, 50 000-es tétel, 20 000, szóval mondjuk egy egyszeri konzultáció, körülbelül csak nagyságrendileg, hogy tudjuk 20 000 alatt van. 20 000 alatt van. Aha, tehát ennyit az ember egészségem gyerek kell, hogy érjen, nem olcsó. Igen, van egy speciális tűvel történik, amivel tudom változtatni, hogy mennyire, milyen mélyen bökje meg, igen. És igen, gyerekekkel, sok gyerek volt már nálam. Tehát, de a gyerekek kísérletezett ki a tűnek, hogy másod. Sok lesz, de már vérzik. Jelzem egyébként, gyerekek az sokkal jobban tűrik néha. Főleg a lányok, a kicsik, ugye ez. Jó. A kedvemért adáson kívül megszúrod majd a Ferit, hogy látszik-e extrém máj túlterheltség? Igen. Nálam nincs szintetikus anyag. Arra azt mondta a doki, hogy a szintetikusra megy a máj terhelés, gyerekek. Ha már itt vagy, nézzük meg, Norbi, nagyon szépen köszönjük, ez egy nagyon klassz dolog egyébként, és nagyon széles körű. Annak ellen, hogy egy csepp vérből van, nagyon sok mindent meg lehet mondani, és az embernek nincs semmi baj, akkor is érdemes preventív jelleggel. Nem elmenni, aztán kicsit átalakítani. Abszolút. A dolgot. Köszönjük szépen. Nagyon szélesen. Hogy van, Zsuzsi? Jól van, rendben van. Rendben jól van? Bosszíjuk. Igen, átadom. Norbiról nem biztos, hogy mindenki tudja, Csisztus Zsuzsa, a felesége. Szoktuk látni Zsuzsát, jó Istenem, igen. Még mindig jól áll rajta a baby doll. És még baby doll nélkül. Buszíjuk, jó? Mondd meg neki, Norbi, köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük, ciao, hello. Mindenféle hasznos információt Norbival kapcsolatban majd a morningshow.hu-ra tudunk feltenni, amit nem tudunk bemondani adásban, mert hogy reklámnak számít. Most azonban mutatjuk a nap legjobb pillanatait, ha megvagyunk, igen, megvagyunk. Kora reggel beszélgettünk fura utasokról, mert hogy tegnap egy mesztelenő borzolta a budapestiek kedélyét, és arról beszélgettünk, hogy kinek milyen fura utitársa van, valamint egy japán őrületről, ugye? Üveglapos napunk volt, kinek a vére került közé ki. Két üveglap, bizony. Vagy egy üveglap két Feri hihetetlen állt. Erőszakos volt, utat tört a szenvedély. Igen, mert egy új őrület volt itt Japánban, ez nem más, mint az idegenekkel való csókolózás egy üveglapon keresztül. Hogy nem előkerült egy üveglap, és hogy nem, Feri nem olvast el az apró betűs részt a szerződésével, hogy ezt neki kellett kipróbálni. Nem felejtem a kezet, cica fiú, merre járt. Kipróbáltuk, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Gyerekek, hát aztán itt ma volt minden. A japán kísérlet, a megrázó utastárs, Norbi 9 óra után olyan érdekes dolgokat mondott. A két üveglap közül a János vére mellől kifolyt egy kis krémes. Igen. Összeszorított. János vörös vércsepjei linzer alakba álltak föl. Nagyon fura egyébként. És hókifli alakba állt. Kis tortaszeletek úsznak a véremben. Igen. Hát gyerekek, nehéz azért ezt
jól csinálni, hogy jó legyen a szervezetednek. Minden, ami finom, azért az általában legtöbbször nem mindig egészséges, nem? A nyerzöldség nagyon jó, nagyon szórakoztató, de hát azért nem... Hogy azért nem könnyű. Nyilván lehet úgy is enni, hogy finomat eszel és egészségesen, persze nem mondom, hát azért nagyon sok recept szól erről, de hát a jó dolgok, a finom dolgok, azok legtöbbször azért bűnösek. Szóval, hogy nehéz. Meg ez az ivás probléma. Tehát ő is mondta, mi is tudjuk egyébként, hogy ez egy ilyen akut probléma az egész társadalomnak, nem iszunk rendszeresen, jó minőségű folyadékot, itt nem az alkoholos italokra gondolok, és mondta a Orbi, hogy van egy olyan applikáció, amit, hogyha mondjuk telepítesz a telefonod, az jelzi neked, hogy mikor kell meginnod 2 deci folyadékot, és a nap végén összesíti az elfogyasztott folyadék mennyiséget is. Szerintem tök praktikus. Szenzációs, igen. Csabi, gyere, fordítsd oda magad mellé. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Mikroszkóppal bármit elemzem. Tudjuk. Dalokat? Megnézem. Hallod? Tedd már be, adjad a Joe Cockernek a Fire It Up című dalát egy mikroszkóppal. Jó szegény Joe Cocker, mi jött volna az ő véréből, nem? Hát, a komplet 60-as, 70-es éveket megészített. Egyébként azt gondoltam, volna. Mert hallottam, hogy a Janitól vért vettetek, hogy ez a nagy dobozrétes az abból jött, hogy... Képzétek el, kaptunk egy dobozrétes, hogy milyen rendes a bajai rétesház, hogy elhozták nekünk azt, amiről én 2 napja beszélek, hogy gyerekek, tényleg zsűl egyrészt balvesélyét, 2 egy kisebb készpénz összeget adnak azért, ha valaki bajáról most felhozná azt a rétest, amit mi kaptunk egyébként múlt héten a kitelepülésnél, és a tulajdonosai ennek a rétesháznak megjöttek egy hatalmas táladag rétes, hogy egyébként Peste járnak van dolguk, és beugrottak hozzánk. És hoztak annyi rétest, hogy a cukrot csak ránézésre 9-es lesz, aztán mikor elé is térdelsz, akkor 12-es. Nagyon cukik, tényleg, annyira helyesek. Köszönjük kedvesek vagytok. 2 napja mondogattuk, igen. Hívjuk a nap hallgatóját, és ugye, ha mondja, hogy morning show, akkor övé az ajándékcsomag, aztán van recepted? Nekem? Igen. Csütörtökön? Most mondtam, hogy holnap lesz a zab. Igen, mondjuk, hogy péntek hangulatom van. A nagy zabnap. Morning show? Azaz! Sziasztok! Hello! Itt nem is az SMS-t, hanem inkább a jó sztorit díjaztuk. Igazából ugye fura utitársakról beszélgettünk, és te mondtad, hogy a 3-as metrón utaztál. Nem írtad alá, bocsánat, hogy hívnak? Bence vagyok. Bence, hello, és a Népligetnél egy öreg hölgy felállt. Igen, ez pontosan így történt. És mit mondott? Mit csinált? Az volt, így a papájával, vagy hát a társával utazott, és jött a Népliget, bezárodtak az ajtók, ő felkelt, és azt mondta, na akkor szörf. És a következő megállóig egyensúlyozott. Imádom. Mekkora forma volt a néni? És nem is esett el, jól bírta? Nem, tök rendesen, mint a tényleg szörfözött volna. De jó, figyelj, hatalmas a sztori, látjuk magunk előtt egyébként. Csak nehogy egyszer eljátsz a Szél Kálmán téren, hogy na, és akkor most óriás műlesiklás. És le a metróba. Igen. Na, tehát te vagy a naphallgatója ezzel a történettel, egy szép kis ajándékcsomagot adnánk neked. Fú, nagyon örülök neki, köszi szépen. Örülsz neki, hol hallgatsz minket? Kőbányán. Nem is vagy messze tőlünk. Köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük neked. Köszi szépen, ciao. Hello, van még néhány ajándékod reklámblokkon kívül, azt is hallgass meg, köszi. Rendben. Ciao, hello. Ciao. Mi a recept, Feri? Holnap. Ja, már kérdezted. Nem elmondani, mert ahogy péntek lesz, és akkor fogjuk majd. Állítsa már be valaki a telefonján a dátumot. Na jó, de hagyjuk a belébeszélést, mi a recept, Feri? Tényleg nem akarod elmondani, de ír így vagy. Milyen remek lennék, Csabi? Most már picit sajnálom, hogy a te véredet néz. Mindenkinek. Lett volna az én véremben is érdekesség, így jöteket. Talán jobb is, hogy nem azt néztük. Na, a biztos pont viszont a remek zenék. A Madonna, klasslágerét hozom, ez a Ghost Town. És közben persze folytatódik a jól megkezdett játékunk. Klassz nyár 2015, a nyitó bulira... Ne röhögj, páros VIP belépőket lehet nyerni, ráadásul ez egy ilyen fröccsparti vá alakul majd át a Well Hello koncert után. Aha. Úgyhogy érdemes. Hashtag nyár, hashtag Klassz FM, tudom. Az. Ja, tanulékony vagy, persze. Is jól van akkor. Igen. Közben rájöttem, hogy miért kérdezem én annyiszor ezt, vagy azt a receptet. Nem vagyok holnap közben, erre rásett nekem, miért van pénteken angolt, mert holnap nem jövök. De hogy ezt itt tudtátok, de nem adásban közben, vagy holnap nem vagyok. Viszont holnap vendégetek lesz. Nem is kevés. Így van. Nem is kicsi.
Egyrészt egy Tatár Csilla lesz a vendégünk, akinek már enyhén szóló is tele van a hócipője azzal, amit róla a bulvárlapok mindenféle magazinak összehordanak, és egy picit tiszta vizet fog önteni a pohárba. Itt lesz velünk Áron is, ami Kovács Áronunk, aki beszélni fog az ő alapítványáról, ő ugye cukorbeteg, és egy picit más megközelítésből kezdél ezt a dolgot vizsgálni. Ráadásul van egy nagyon nagy vállalása is, be akarja bizonyítani, hogy a cukorbetegek ugyanúgy tudnak mondjuk egy egész életet élni, és ugyanúgy tudnak sportolni, mint mondjuk az egészséges emberek, és ezért le fogja futni majd valószínűleg októberben a maratont, a Budapest maratont. Csak nem motorozom mesztelenül, azt mondjátok. Miért ne? Ezt ne csinálja. Miért ne? Tessék? Miért ne csinálna? Mert már ezt láttam, az de most úgy fog, hogy lássál minden. Az nem az a fura. Én ennél tovább megyek. Ne zuhanyozzom ezt ellenünk. Azt viszont csinálja nyugodtan. Viszont, hogyha nem lesz holnap a Balázs, akkor te kivel fogsz fel is márolni? Hát figyelj, már megvárlak téged. Szerintem ki tudom hagyni a holnapot. A Zsűl most kért tőlem szájfényt, úgyhogy én sem. Gyerekek, én a csúcson kezdtem. A Balázsra vágynak a legtöbben ebben az országban. Nekem megvolt. Bizonyát, mint olyan kis puha, kis szök, kis beletúrtam ajánlva. 5 perc, pontosan 10 óra, Csabi a kiválságműsorral. Holnap pedig jön Jani és Feri. Szevasztok, szép napot! Ciao, ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.